Kíváncsi vagy, hogy kik a legjobb virtuális labdarúgók? Kövesd a FIFA nemzetek csatáját minden pénteken az Elmánia műsorában, kizárólag az RTL Pluszon. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Elmánia következő adásában az RTL Pluszon. A FIFA 19 E-Nations Cup versenyét nézzük majd meg együtt. És hát tulajdonképpen ez az EA Sportsnak egy teljesen új ötlete. Mondjuk az ötlet az nem egészében új keletű, hiszen hogyha a hagyományos labdarúgást nézzük, ugye, vagy vesszük példaként, és azt gondolom, hogy itt a párhuzam az most már igazság szerint, ahogy haladunk előre a jövőben, azt gondolom, hogy egyre inkább közelebb hozza egymáshoz, ugye a virtuális és a hagyományos labdarúgást. Szóval, hogyha megnézzük, akkor a nagy múltra visszatekintő futballban, ugye a nemzetek, az országok ugye már nagyon-nagyon régóta hát tulajdonképpen versengenek. Elég, hogyha ugye megnézzük, az első világbajnokság 1934-ben volt. És hát ennek mintájára valami hasonlót szeretett volna létrehozni ugye a kiadó, és hát ez a FIFA 19-ben végre megvalósulhat. Ez pedig azt jelenti, hogy 20 nemzet kapott meghívást a legelső, úgynevezett E-Nations Cup-ra, azaz a nemzetek csatájára. És hát ebből, ahogy azt láthatjuk, az A csoportban kapott helyet Anglia és Finnország. És azt gondolom, hogy lehet, hogy sokaknak igazából itt az erőviszonyok még olyan sok mindent nem mondanak, de előjáróban azért azt hozzátenném, hogy Anglia bizony, hát mondhatnám, hogy amolyan Góliát szerepét tölti be ebben a párosításban, míg a Finnország nevéhez igazából két ügyes és tehetséges srác, akik alkotják ugye a válogatottat, és mindjárt kitérek arra, hogy miért érdekes, hogy csak kettő ember az, aki igazából felhúzhatja tulajdonképpen hazájának a mezét. Szóval Finnország inkább a Dávid szerepében tetszelek. És el is mondom, hogy miért, ugye az angoloknál ott van egy hihetetlenül fiatal, de annál tehetségesebb, a világ egyik legjobbjának tartott Tex, őt nem látjuk még, majd a másik mérkőzésen lép pályára. És csapattársa, vagy válogatott társa, ugye Tom, aki ebben az évben egyébként egy versenyt már meg tudott nyerni. Illetve bocsánat, második helyezett lett egy bukaresti Foot Champions Cup-on, hiszen ezek a játékosok ugye 1v1-ben igyekeznek képviseltetni magukat. És ha minden igaz, akkor még CR lesz az ellenfele ezen a találkozón. Ő eléggé új névnek számít, csapattársa Snipkai egyébként azért egy kicsivel ismertebb. Hulit, ugye, akire érdemes lesz odafigyelni, hiszen minden egyes csapatban megtalálható igazából ez a kártya, vagy hát jobban mondva ez a játékos. Csak gyorsan egyébként, hogyha az alapokat tekintjük, ugye itt a nemzetek csatájánál is, azért hozzáteszem, hogy ugye az Ultimate Team az, amire építenek a játékosok, ez pedig azt jelenti, hogy önmaguk rakhatnak össze csapatokat. Itt lehet látni, hogy De Gea, Marcelo, Maldini, Ramos, Varane, Hulit, Vieira, Ronaldo, Neymar Junior, ugye a másik Ronaldo és Mbappé, tehát itt ugye elérhető Cristiano Ronaldo és a Fenomeno, vagy hát jobban mondva a brazil Ronaldo, aki ugye már évekkel ezelőtt visszavonult, tehát akit csak szeretnének, azt felhasználhatnak, és abból rakhatják össze igazából a csapatukat, így kialakítva számukra legerősebb kezdő 11-et, tehát nincs úgymond szabályozva, hogy ki az, akiket beválogathatnak, és ki az, akiket igazából bele kellene pakolniuk a csapatukba. Egyetlen egy kikötés van igazából, hogy nemzeti színű mezben kell, ugye, hát a virtuális gyepen is a játékosoknak kifutni a pályára. Ezért lehet majd azt látni, hogy ugye az angolok fehér kékben lesznek, ugye, ők általában ebben a színösszeállításban játszanak, bár ugye ez sem feltétlenül. De közben egyébként nem kezdődött még el, némi nemi probléma miatt egy összecsapás, úgyhogy gyorsan átkapcsolunk a francia dél-afrikai párharcra. Itt is egyébként, ha előbb azt mondtam, hogy Dávid és Góliát, akkor nagyjából hasonló összehasonlítást tehetnék itt is. Óriási csel, és meg is van az első találat. Gyönyörű akció végén a 24. percben
sikerül vezetést szerezni a franciáknak. Itt ugye egyébként nyilván közben lassított felvételen is megnézhetjük. Gyönyörű volt egyébként a Csella, hogy megkapta Ronaldo a labdát, és hidegvérrel igazából beverekedte magát a 16-oson belülre, és egyetlenül bevágta a jobb szélre. Maestro és Sian 12-0-1. És hát azért a franciák, ha nem is a legnagyobb esélyesek közé sorolandóak ezen a versenyen, de hát hasonlóan a hagyományos focihoz, ha már ugye ezt a párhuzamot emlegettem, akkor itt is eléggé meghatározóak. Óriási védést kellett most Maestro kapusának bemutatni, a De Gea-nak ugye. Igazából az egyik sláger kapusa a FIFA 19-nek, De Gea, ugye rengetegen szerették, meg hát szerették is alkalmazni, mert igazság szerint egy elég jó hálóőrnek mondható. Sergio Ramos közben, ugye kék-fehér-piros szerelésben a francia együttes, vagy hát Maestro csapata, és hát ugye sárga-zöld-sárga összeállításban pedig Sian dél-afrikai csapata. 1-0-ra tehát Franciaország vezet. Egy újabb támadás, és megint sikerül eljutni a 16-oson belülre. Jaj, de szép volt! Megint egy finom csel. Hasonlóan az előző támadáshoz sikerült eljuttatni Ronaldohoz a labdát, és aztán most egy picit azért hibázott a lövés, de itt most nem erőből próbálta megoldani, hanem finoman igyekezett ugye a jobb alsó sarokba elhelyezni a labdát, de nem sikerült. Érdekessége még egyébként, hogy például a franciáknak van edzője, ugye, itt a versenyen, méghozzá Neo személyében, ő sokat tud még segíteni, ugye külső szemmel. Hát olyan meglátásai lehetnek, amit a játékosok belülről nem feltétlenül érzékelnek, pedig azért hozzáteszem, talán a hagyományos labdarúgásban is, azt hiszem, hogy gyakran fogom emlegetni majd ezt a párhuzamot, hiszen tényleg egyre inkább a felé tolódik ez az egész, hogy érteni kell magát a labdarúgást, és nem csak tényleg nyomogatni úgymond a kontrollert, és akkor majd lesz valami, mert jól passzolgatok, és akkor tudok gólokat lőni, hanem meg kell érteni az alapstratégiákat, a felállásokat, és hogy hogyan tudok igazából az ellenfél fölé kerekedni már az összeállításnál is. Akár közben ott van egy újabb lehetőség Ronaldo révén. Hatalmasat védett Sian kapusa. Neymar közben. Picit meg kellene tartani a labdát a dél-afrikai játékosnak. Nem lesz egyszerű. Marcelóval sikerül Maestrónak gyorsan visszaszereznie. Még ugye a dél-afrikaiaknál egyébként csak, hogy visszatérjek az előző gondolatmenetemhez. Miközben lassan véget ér az első játékrész. Tehát nekik nincs edzőjük. Mindössze a két játékos. Aki ugye hát elutazott a helyszínre, és így próbálnak küzdeni. És akkor elkezdődött az angol finn mérkőzés is az A csoportban. Azért azt gyorsan hozzátenném, hogy ugye 4 darab csoport van itt az E-Nations Cup-on, és mindegyik csoportban 5 válogatott található. A csoportokból igazából az első 2 helyezett szerez jogot arra, hogy tovább juthasson a rájátszásba, vagy az egyenes kieséses szakaszba. Tom és Makes CR, tehát az első párosításnak a résztvevői. Hozzáteszem tehát, hogy ugye a hivatalos labdarúgó szövetségeknek kellett kialakítaniuk azt, hogy képviselhetik ugye a hazájukat ezen a versenyen. És hát ugye egy válogató végén, hát 2 maradtak, egy PlayStation 4-es és egy Xbox One-os játékos, és ez azt jelenti, hogy a másik válogatottból ugye, aki Xboxon játszik, az megkapja az Xboxos ellenfele, de közben nézzük, mert Tom támad Ronaldóval, De Gea. Még CR kapusának kellett nagyot védenie, és jöhet a szöglet. Neymarral nézzük, érkezik a beadás, megint a spanyol kapusnak. Nem is fogom a játék, már mint a virtuális játékosoknak a nemzetiségét mondani, mert lehet, hogy egy picit össze kavarja az embereket, hiszen tényleg azért itt nem csak finn és angol focisták vannak ott a kezdőcsapatokban. Kőkemény ütközés, hulit teszi tovább. Meg hát a nevekből is, aki ismeri ezeket a játékosokat, egyből levágja, hogy bizony
tetszőlegesen összerakhatták maguk a játékosok. Szóval, ugye visszatérve a lebonyolításra, az Xboxos játékos Xboxos ellenféllel küzd egy pár harcban, egy PS4-es a PS4-essel, így úgy néz ki igazából. Például ez az összecsapás, hogy Tom játszik ugye még CR-rel, és ugye Tags ellenfele majd Snip Guy lesz. És hogyha ez a két mérkőzés igazából nem dönt a párharc végeredményéről, oda-vissza vágós rendszer természetesen, ez azt jelenti, hogy lejátszanak itt egy mérkőzést, majd Tom és még CR egy visszavágót is lebonyolít. Annak lesz majd egy végeredménye. Kérdés az, hogy az összesített gólarány tekintve ki a győzelem, vagy éppenséggel a döntetlen. Majd pedig jön a PlayStation 4-es, bocsánat, az Xboxos mérkőzés, méghozzá Tags és Snip Guy között. És hogyha ne adj Isten, nincs döntés, mert például az egyik párosítást, az egyik nemzet, a másik párosítást, a másik nemzet nyeri, akkor jön a harmadik mindent eldöntő mérkőzés. És az a különlegessége, de majd várjuk meg, mert óriási támadásban még CR micsoda cselek Bappéval! És még rá is tudott fordulni a kapura. Nagyot kellett védenie De Geának. 28. perc, és közben ott szerintem az egy szabálytalanság, így is van. Szöglettel felérő szabadrúgás most a finnek előtt. Egy fejes Ronaldótól 16 méterről. Érdekes, hogy nem az ötös környékére ívelte még CR, hanem kicsit távolabb, de ott megfigyeltek a csatárára. Szóval, ugye, tehát van egy Xboxos párosítás, van egy PlayStation-es párosítás, és hogyha ennek a két meccsnek a végeredménye nem adja ki egyértelműen, hogy ki a győztes, akkor jön a harmadik mérkőzés. És ez azt jelenti, hogy azt pedig 2v2-ben bonyolítják le, tehát odaül mind a két angol, mind a két finn úriember, és úgy próbálják majd ugye a meccsben eldönteni, hogy ki a jobb. Csak a mihez tartás véget, a győzelem 3 pontot, a döntetlen 1 pontot, míg a vereség nem ér pontot. Egyébként csak hogy azért tényleg arányaiban elmondjam, hogy például ebben a csoportban a finneknek mennyire nehéz helyzetük van. Ugye ezen duó mellett, de először nézzük meg, hogy Tom mit tud kihozni ebből a szituációból. Beívelte ugyan, de sikerült tisztázni a még CR-nek. Szóval, hogy az angol finn duón kívül ebben a csoportban még Franciaország, Szaúd-Arábia és Dél-Afrika található. Előbb egy pillanatra már bele pillanthattunk, ugye, francia Dél-Afrika összecsapásba. Ott akkor, hogy a franciák az első mérkőzésen vezetéshez jutottak. És egyébként a tornának a legnagyobb esélyesei közé az angolok, illetve a szaúd-arábiaiak tartoznak. Franciáknak is egyébként elég jó kilátásaik vannak. De közben nézzük, mert Tom egy előnyszabály után talán, de nem tudja megfejezni ezt az akciót. 42. perc. Végét megnyomja nagyon Tom. Neymarra rá tud fordulni, nagyszerű lövés volt. Kevésbé szeretik egyébként a játékosok a 16-oson kívülről leadott lövéseket. Most viszont terület nyílt rá, és Tom megpróbálkozott vele. Nem is volt rossz. Sikerül kiívelni. Picit most meg kellene tartania még CR-nek. Hosszabbításban járunk közben. Hulit pedig odalép Varannak. De marad a finn játékosnál a labda. Gyorsan el is végzi a bedobást. Bappéval elindulhat. Szépen védekezte le Sergio Ramosszal, mert ott egy egész jó indítás is összejöhetett volna. És ebben a pillanatban a játékvezető lefújja ugye az első félidőt. Közben egyébként a képernyőn valószínűleg, hogy a többi csoportnak az állásait is lehet majd folyamatosan látni. Egyébként a B csoportban Mexikó, Spanyolország, az Amerikai Egyesült Államok, Új-Zéland és Kína.
aki helyet kapott. A C csoportban Brazília, Argentína, Németország, Svédország és Norvégia, míg ugye a D csoportban Portugália, Dánia, Oroszország, Hollandia és Ausztrália. Közben pedig ugye itt megmutatták nekünk még egyszer, hogy a franciák melyik góllal szereztek vezetést Dél-Afrika ellen, és hát így örülnek. Közben egyébként ugye ott lehetett látni a képernyő jobb oldalán Néut, azaz a franciáknak az edzőjét, és közben egy újabb találat a 81. percben, ezzel már 2-0 az első mérkőzésen. Nagyon érzelmes egyébként, hozzáteszem, a virtuális futball is. Itt pedig közben egy beadást követően Argentína is a 43. percben megszerezte a vezetést Svédország ellenében. Még egyszer megnézhetjük. Ronaldo ugye, azt gondolom, hogy aki ismeri az ő játék stílusát, az ő játékát, ezt pontosan tudja. Közben Nicolas a képernyőn ugye, ő egyébként a number one PlayStation 4 játékos idén, legalábbis a pontok alapján. Kicsit majd bővebben is beszélek arról, hogy milyen érdekes egyébként az EA Sportsnak, csak közben itt ugye nézhetjük folyamatosan, gyönyörű tekerés közben Moauba, aki tudomásul vette, hogy Norvégia az, aki vele szemben előnybe került, és hát a franciák nem akartak leállni, Dél-Afrika ellen is bizonyítani szerettek volna. Itt azt szokták mondani, hogy nincs könnyű mérkőzés. Maestro próbálkozik igazából teljes egészében dűlőre vinni ezt a meccset. És akkor nézzük az angol finn, legalábbis Tom és még széjjel mérkőzésének második fél ideit. Szóval elég pörgős egyébként ez a verseny, mert hát egyrészt fantasztikus, hogy meg tudjuk nézni az összes pályán lévő eredményt, illetve hogy milyen találatok születtek. Viszont így néha, nem mindig engedik, úgymond, hogy elmondjam az én saját kis szaftos történetemet. Szóval, hogy az EA Sportsnál ugye ez az E-Nations Cup egyrészt már egy ideje azért tervben volt, szerették volna tető alá hozni. Tomnak kell közben védekeznie, de kicsibe meg fogja oldani, ahogy látom. Így van, aztán ki is tudja rúgni a mezőnybe. De ez az E-Nations Cup, ha már visszatérek, ez ugye magának a Global Seriesnek az egyik állomása, tehát az egy dolog, hogy itt valaki úgymond nemzeti szinten világbajnok lesz, de az 1v1 versenynaptárnak egy igen fontos eseménye. Úgynevezett major szintű tornáról beszélünk, ahol nem kevés pénzt és nem kevés kvalifikációs pontot is kiosztanak, közben nem sikerül a kapura lövés Tom részéről a 66. percben. Nem lett közben beadás, azt figyeltem, hogy nagyon szépen sikerült még Szernek kiugratni a játékosát ott a jobb szélen, és aztán végül visszabejátszott a középre, de annyira távol volt már a kaputól, hogy onnan azért gólt lőni, vagy legalábbis olyan veszélyes helyzetet teremteni, amivel tényleg zavarba hozható az ellenfél. Nem egyszerű. De most úgy tűnik, hogy még szél egy picit, minthogy át tudta volna venni a kezdeményezést, és ez jó ír. Mindnek akár még meglepetést is okozhatnak az angolok ellen. Minél több pontot rabolnának, annál jobb helyzetbe kerülnének a csoportba, hiszen van, vár még rájuk majd jó néhány kemény mérkőzés Franciaország és például Szaúd-Arábia ellenében. Lassan itt a hajrá. C csoportban közben lehet látni, hogy Németország egyenlített Norvégia ellen, Moauba azért nem hagyta magát. Az elképzelés közben nem volt rossz, de a megvalósítás az már annál gyengébe sikeredett, pedig nem semmi kiugratás lett volna. Remek labdacsenés, ebből akár egy kontra is összejöhet. Vieira, szép volt a csel, Ronaldo jól tartja meg, Neymar, egyelőre ez így most jó. Sergio Ramos kíséri a támadást a jobb szélen,
be tudja tenni középre. Ronaldo, lesz ebből lövés. Na, addig sikerül igazából forgolódni, amíg megszerzi a vezető találatot Tom. A 78. percben. Nagyon szép támadás volt. Egy pillanatra úgy tűnt, hogy a gyors felpasszokat követően egy picit megakad, de aztán megoldotta. Nem akarta leadni igazából Cristiano Ronaldóval. Igazából tényleg az egyik legjobb játékos a FIFA 19-ben, úgyhogy ez teljesen érthető. Közben egyébként a franciák, hát az első mérkőzésen eléggé. Hogy mondjam, próbálnak amolyan erődemonstrációt tartani Dél-Afrika ellen, hogy legyen egy jó kezdés, az hát ha löketet ad erre a tornára. Hát azt gondolom, hogy a 4-0 lesz eléggé sikerült is. Közben itt lehet látni, hogy változtatgatnak a csapaton, cseréket hajtanak végre, ugye. És hát ilyenkor azért akár még a taktikai módosítás is belefér. Nagyszerű találat volt egyébként. Hát nem védhette, tehát igazából bármennyire jó a kapusod, ilyenkor már, mikor 16-oson belülről ennyire tisztán, főleg egy Cristiano Ronaldóval lehet lőni, akkor szinte sansztalan, úgyhogy ilyenkor szokták azt mondani, hogy igazából a valódi futballban is tényleg bármilyen sztár áll a kapuban. Természetesen megtörténhet, hogy valami szenzációs nyújtózkodással a világ egyik legnagyobb védését produkálva, tényleg csak ámul a világ a mozdulatán, de a védősoknak ott kell lennie, mint például Tomnál. Érkezett a szűrő Vieira személyében, és nagyon szépen becsúszott. És ezzel blokkolta a lövést. Ne menjetek sehova, rövid szület, és az Emánia visszatér. Nem kapkodtam, pontosan érzi, hogy ez az 1-0, ez most nagyon fontos, mert hát majdnem 80 percet kellett virtuálisan várni arra, hogy igazából feltörje még CR védelmét, és közben lehet, hogy lesz még valami változtatás a finneknél. Jól látom, megérkezett Pelé és Eusebio már ott volt a pályán, ha minden igaz, de Pelé új, és Bale méghozzá ugye a bal hátvéd szerepében. Igen. Tehát akkor ezek szerint, mivel Pelé is odaérkezett, a bal szélt igyekszik megerősíteni, ugye, még CR. Ez így érdekes lesz, már csak azért is, mert ugye ott például Tomnál Sergio Ramos játszik, és azt gondolom, hogy eddig precízen ellátta a feladatát. De majd meglátjuk, mert akár ez is megtörténhet. Én egy picit szerintem a jobb szélt erősebbnek éreztem, még CR-nél. Várán talán ebből a szempontból nem annyira fordulékony, vagy mozgékony, mint Sergio Ramos. De hát még az is lehet, hogy még CR-nek a döntése beigazolódik. De lesz-e vajon ideje? Mert nagyon-nagyon vészesen fogy. Vagy fogynak a másodpercek. Eusebio. És erről beszélek. Sergio Ramos visszaért, és tökéletesen keresztezett. Sikerült egy paszba beletenni a lábát, és akkor jöhet megint az ellentámadás. És ebben egyébként egész ügyes Tom. Ez megint jó. Ronaldo. Most ő ugye nincs bent a 16-oson belül, tehát valahogy meg kéne oldani, hogy egyrészt ő le tudjon menni a büntető területre, de egyelőre ez nem sikerül. 2 perc ráadás közben mérkőzésen Mbappé. És lefújja a játékvezető. Tomnak tehát megvan az 1-0-ás győzelem. És ez egy jó kezdet. Ott van mellette Tegz, ugye. Neki az egyik védjegye egyébként, hogy kapucniban ül, vagy játszik. Hihetetlen. Egyébként hozzáteszem Tomnak a csapattársa, mármint ugye Donovan Hunt. Mindössze 17 éves. És csak azért szeretném kiemelni, mert az e-sportolóknál is hitelesíteni kell az eredményt, ugye. Közben gyorsan kapcsolunk is a francia Dél-Afrika mérkőzésre, ahol megnézzük szerintem a gólokat, meg valószínűleg az összefoglalóját a mérkőzésnek, ugye. Ezeket már láthattuk korábban, de aki csak most kapcsolódott volna be, azok megnézhetik, hogy eléggé komoly kezdést produkáltak a franciák.
igazából, na ez egy nagyon jó kontraszt, azt gondolom, mert hogy ugye Anglia nyert az első mérkőzésén 1-0-ra, franciák pedig hát kinyitották a gólcsapot, és elkezdték termelni, elég komolyan már az első mérkőzésen, Mészó révén csapattárs ugye, ő is csak nézi, hogy mi a helyzet, ugye Dax, aki a Paris Saint-Germain igazoltás sportolója. Erről is majd egy picit később, mert vannak itt olyan játékosok, akik sportkluboknak az igazolt játékosai. Szóval, hogy ugyanannyit ér. Tehát az 1-0-ás győzelem is 3 pontot ér. És akár a 4-5, vagy akár még több góllal szerzett, megszerzett győzelem is szintén 3 pontot ér. Ettől függetlenül egyébként a virtuális térben, ahogy azt lehet látni, mint például az argentin Nicolas, szintén hát megpróbált nem kevés gólt rámolni a svédek kapujába. És itt megnézhetjük még azt is, hogy a németek mit alkottak a norvégok ellen. Hát ugye Moauba nem kezdett jól, de aztán, ahogy azt a fentebbi kiírásba is lehetett látni, összeszedte magát. Csodálatos fejes egyébként. A 73. percben sikerült egyenlítenie. Hihetetlenek egyébként a reakciók. És itt közben meg lehet látni, ugye, hogy Tom megnyerte még szer ellen. Nincsenek visszavágók, és ez nagyon fontos. Ebben muszáj javítanom magamat, tehát egy-egy mérkőzés van. Igen, mert, hogy mondjam, az EA Sportsnak a versenyén néha egyébként már a csoportmeccsek során is oda visszavágós rendszerben van. Itt viszont úgy vannak vele, hogy van egy párharc, például PlayStation 4-en, és aztán jöjjön az Xbox-os. Tulajdonképpen az a visszavágója, úgyhogy összességében azt lehet elmondani, hogy van is, meg nincs is. Itt lehet látni egyébként, hogy hogy állnak a párharcok. És akkor ugye a csoportállását is megtekinthetjük. A franciák ugye egy mérkőzés után 3 pontot szereztek az angolok szintén, de a gólarányuk egyébként sokkal jobb. Szaúd-Arábia volt egyébként az, aki úgymond pihenőt kapott. A C csoportban Argentína 3 ponttal vezet, Németország ugye 1 pontot szerzett még hozzá Norvégia ellen, és a svédek ugye a vereség miatt 0 pontosak, Brazília pedig még nem mutatta meg magát. Nagyjából itt is azok a nemzetek, igazából a mérvadóak, akik mondjuk a hagyományos labdarúgásban, de azért azt hozzáteszem, hogy itt előfordul sűrűn, hogy nagyobb lehetősége van kitörni egy-egy játékosnak, mert hogyha ugye nem tudom, a világ első Nicolas, aki egyébként PlayStation-ön a pontok alapján a Global Series tabelláján a világ első egyébként. Előbb már beszéltem Texről, aki szintén világ első, csak ő Xboxon. Szóval, hogyha ezek a játékosok például, nem tudom, tehát ugye rajtuk mindig nagyobb a nyomás, hiszen nekik tőlük elvárják a jó teljesítményt, és hát azért mégiscsak a hazájuk mezét húzták magukra, és tulajdonképpen nekik, hát úgymond kötelező egy ilyen versenyen tényleg a lehető legtovább jutni. Viszont, ahogy azt láthattuk, és úgy gondolom, hogy több lehet például a finnekbe, mert ugye Tom ellen még szépen nagyszerűen játszott, és ilyenkor felhívhatja magára a figyelmet papucsban, és közben ugye még kapucniban Tex már előkészül a következő mérkőzésére. Úgyhogy neki egyébként nagyon fantasztikus eredményei vannak, ugye minden év őszében elindul a Global Series, és ez azt jelenti, hogy a versenyszezonban rögtön októberben, novemberben már jönnek a versenyek, és ugye hát el kell kezdeni pontokat gyűjteni, hiszen nyáron pedig az aktuális E-World Cup, azaz tényleg a maga a világbajnokság, az 1v1-es világbajnokság az, amit megrendez az EA Sports, és ott mindig kiderül, hogy ki az aktuális világ legjobbja. Ebben a szezonban egyébként már 3 egyéni versenyt sikerült megnyernie Texnek. Igaz, hogy világbajnoki címe még nincsen, de hát könyörgöm 17 éves, tehát hihetetlen karrier előtt áll. És az az igazság, hogy ebben a FUT Champions Cup-ok mellett benne van egy úgynevezett E-Premier League, ami pedig azt jelenti, hogy közben egyébként a Dél-Afrika-Franciaország második mérkőzése is már zajlik. Ezt tekinthetjük meg, miközben ugye Tex előkészül, és valószínűleg arra fogunk majd jobban fókuszálni, tehát az angol-finn második meccsre. Tehát, hogy az E-Premier League. Ez pedig azt jelenti, hogy maga a hivatalos Premier League beszállt
és csatlakozott az EA Sportshoz, és most már nekik is saját virtuális, azaz e-sport versenyük van, és az összes Premier League csapat képviselteti magát. Itt történhetett meg az, közben Task Azi és Tax összecsapását figyelhetjük. És hát ugye ne felejtsük el, hogy igazából jó kilátásaik vannak, csak hát nyilván nem szeretnének pontokat hullajtani, ugye. Hát a franciák nyilván, mert például jelen állás szerint ebben a csoportban Dél-Afrika elleni kötelező lenne hozni igazából a 6 pontot. De hát majd meglátjuk, hogy Tásznak sikerül-e ugyanolyan jól és összpontosítva futballoznia, mint azt tettem észre a csapattársa. Szóval maga az E-Premier League ugye hihetetlen egyébként, tehát ki gondolta volna, hogy 2019-re arra szintre jutunk, hogy nem csak a hagyományos futballban, de a virtuálisban is megrendezik ezt a versenyt. És ott Tags, ugye a Liverpool színeiben versenyzik, egyébként gyerekkori. Hát egyébként még most is gyerek szinte, félig meddig. Érdekes ugye ilyenkor erről beszélni, de hogy már kicsi kora óta annak a csapatnak szurkol, és óriási álma vált azzal valóra. Bár ezt egyébként sokszor lehetett már hallani, de nála tényleg érződik az az elhivatottság a vörösök felé, hogy hihetetlen dolog számára, hogy az ő mezőkben vehetett részt azon a versenyen, és ugye diadalra sikerült vezetnie a Liverpool csapatát. Na de nézzük, mert hogy Task Azi próbálna javítani. Azt gondolom, hogy ez a formátum, ez egy nagyszerű formátum, mert hogy tényleg, ugye két-két játékos képviselheti a saját hazáját, mindkét konzol, ugye hoppá, közben ott volt egy francia támadás, de sikerült blokkolni a Task Azi védelmének. Oly, de szép csel utána, lehet előre törni, viszont visszaért Hulittal Dax, és közben tudott lépni. Ennek ellenére az akciónak nincs vége, viszont a félidőnek igen. Szusszannak néhány másodpercet, és aztán folytathatják. Majd nem volt kapura lövése Dél-Afrikának, ez mondjuk azért meglepetés. Úgy azért nehéz lesz igazából. Egy pontot lehet vele csenni, hogyha 0-0 marad az állás, de három pontra azért nem lesz egyszerű. És akkor Tegzet mutatja újra a kamera, illetve most már Slip Guy, aki az ellenfele. Tehát, hogy mindkét konzol képviselői megmutathatják magukat, a saját hazájukat képviselhetik, ez nagyon fontos. És azt gondolom a 2v2 egy olyan extra izgalmat, és olyan, hát hogy mondjam, összeszokottságot igényel a játékosoktól, ami azért nem sűrűn látható, és nem egyszerű felkészülni. Mert oké, 1v1-be begyakorlod, melyik a legmegfelelőbb felállás, kezdőcsapat, stb. De 2v2-ben azért már komolyan oda kell figyelni a társadra. Közben Tex már is neki lendül a támadásnak. Nagyon szép bepassz Vieirának, majd Hulit. Hát sokat nem kellett várni, hogy remekül mutatkozzon be ezen a versenyen Donovan Hunt. Megvan tehát az 5. percben a vezetés. És kérdés, hogy Smurgájt ez mennyire veti majd vissza. Itt lehetett látni. Meg még egy szögből megnézhetjük, hogy Ruth Hulittal megszerezte a vezető találatot. Hozzáteszem egyébként, hogy nem sűrűn lehet azt látni, hogy védekező középpályással találatokat szereznek a játékosok. Ez két okból van. Az egyik az, hogy nagyon kevés olyan eset van, amikor ezek a szűrők igazából szinte a 16-oson belülre jönnek. Másik pedig, hogy nem szeretnek velük igazából lőni. Próbálnak addig-addig játszani, még valahogy sikerül oda juttatni, vagy a brazil, vagy a portugál Ronaldóhoz, és velük meg tudják oldani. Svédeknél is megy a visszavágó közben. És elég jól sikerült igazából itt a bemutatkozó. És azt nézem, hogy Jágó játszik igazából Borász Legend ellen. És azért elég nagy név, de sokáig egyébként Borász Legend sem örülhetett. Megközben megnézhetjük, hogy a német-norvég meccsen mi a helyzet. Ott most nem a norvégok, hanem éppenséggel a németek vezethettek. Méghozzá Megabit
Svagula ulti mellett. És Tegz újabb akciót vezet. Hűha! De megnézte magának azt a hosszút. Gyönyörű volt egyébként a pörgetés. Aha. Akkor most már erről is ejthetünk szót. Ugye a FIFA 19-nek az egyik nagy újdonsága ez az úgynevezett timed finishing, tehát időzített befejezés, hogyha szeretném lefordítani pontosan. Ez mindössze annyit takar, hogy míg régen elegendő volt megnyomni az egyik gombot ahhoz, hogy a játékosunk lőjön, elindult egy csík, és az adta meg, hogy mekkora lesz a lövésnek az erőssége. Ezt idén egy picit, nem is picit, hozzáteszem, mert ez a mechanika, ez azért alaposan megbuherálta a játékot. Lesz a beadás Ronaldo végül, de nem, Tegz megoldja nagyon szépen. És aztán nem kapkod, hanem kihozza. Itt meg lehet nézni, ezek nagyon jó kamera felvételek, hogy nem kicsit kell igazából a kezeknek dolgoznia. Az ember azt mondja, hogy fordul jobbra, fordul balra, de hát van ott annyi gomb, meg lehet, hogy gömb is, meg kar. Nem egyszerű, és rengeteget kell gyakorolni. Főleg, hogy ezek a finom mozgások, ezek igazából tökéletesen menjenek, mert ezek tényleg a legszükségesebb pillanatokban aranyat érhetnek. Szóval visszatérve a time finishingre, rengeteg mindenről lehetne beszélni, de azt gondolom, hogy mindenképp érdemes lesz kivesézni. Hát innentől kezdve van lehetőség, megvártam azért, igen, mert ugye szabálytalan volt ott, nagyon jó helyről jár a szabadrúgás, de közben egy gólt is megmutatnak nekünk. Hoppácska, Dél-Afrika vezetés szerez. Taskazi tehát meglepi Daxot. És hát erről beszéltem, hogy ellenük elvileg hát kötelező lenne a három pont. De hogy aztán az összejön-e? Ez egy nagyon jó kérdés. Uha, nagyon-nagyon rossz helyen eladott labda most Snipguy-tól. Szép kapás lövés, viszont nem sikerült már nagyon helyezni. De ha helyett itt Van der Sar, ugye Snipguy nálunk tudom, hogy ilyen holland állóért választottam. Na és akkor van talán egy picit idén arra, hogy még a time finishing gondolatomat befejezzem, hiszen ez annyival nehezíti meg a dolgát a játékosoknak, meg nekem is, mert hogy már rögtön ott van Snipguy, és vezet, bocsánat, a vezetés szerzés után, amit Tegz nemrég összehozott, megvan az egyenlítés Snipguy részéről, nagyon szép akció után a világ első Xboxos játékos kapujába betalál. Két védő közül kibújt Ronaldo. És a kapus. Hát nem tudta már olyan helyre ütni, hogy az ne legyen veszélyes. Megvan az 1-1, és azt gondolom, hogy ez mindenképp egy meglepetés már itt rögtön a verseny elején. És ezt jó látni, hogy talán nincsenek olyan távol egymástól ezek a nemzetek. Bale. Kőkemény szerelés, de még szabályos kereteken belül, közben jöhet majd a bedobás. Tehát a time finishing csak, hogy még megpróbáljam befejezni, de nem! Mert hogy ott lesz a következő német találat. Megabit gyönyörűen ki gurigázta igazából a norvég védelmet és útkulit. Lehet, hogy egyébként meghazudtolnak majd. Közben már text támadására érkezünk vissza, de itt sem sikerül a lövés. Vagyis hát itt nem sikerül még ugye a németeknél. Amit azt meg tudta tenni. Nem merek belekezdeni megint a time finishing dologba, mert igazából, hogyha elkezdem mondani, akkor megint történik valami, és lám, sikerült Tegznek beadni Neymarnak, majd Ronaldo, és rögtön, nem sokkal Snipguy egyenlítése után újra vezetés szerez a 17 éves játékos. És akkor talán most az örömködés alatt. Tehát a time finishing röviden is tömören annyi, hogy ugyanúgy megnyomják a lövésgombot, elindul a csík, viszont tulajdonképpen a játékos feje fölött megjelenik egy másik csík, ami pedig azt eredményez, hogy még egyszer meg kell nyomni a lövésgombot, és azon a csíkon, már ami a feje felett van, szintén van piros, sárga és zöld része a csíknak. Gondolom se kell, hogyha pirosba állítjuk meg a csúszkát, mert van azon a csíkon egy csúszka, akkor rosszul találja el a játékos a sárga, akkor hát abból még jó is kisülhet, de van esély, hogy ront, ha pedig zöldbe, akkor nagyon nagy eséllyel parád és lövést láthatunk majd.
Hát van, aki szerint rossz, van, aki szerint pedig nem jó ez a Melanika. Egyöntetően azt gondolom, hogy erről nem lehet nyilatkozni úgy, mert ez tényleg szubjektív, hogy kinek vált be, ki tudta begyakorolni annyira, hogy már nem akarsz gondol. Mert ugye ilyenkor a játékosok feje felett lévő csík, az ki van kapcsolva, nem mutatja. Ó, micsoda kapás, nem is gyönyörű helyre lett mozgatva egyébként Texnél a kapus. Erre is van lehetőség egy külön gombbal, hogy ilyenkor a kapust igazából jól állítja hova. És ez nagyon fontos, hogy sokan ugye, hát azt szokták mondani, hogy úristen, ez a kapus nem tud védeni, hát hol áll? Igen, nem csak, hogy megvan a lehetőség arra, hogy a minimálisan, de azért van rá mód, hogy mozgassuk jobbra vagy balra. És ilyenkor főleg kicsit még távolabbi lövéseknél már el lehet helyezni oda a hálóőrünket, hogy ne érje meglepetés minket. Közben nagyjából elszágódott az első félidő a második mérkőzésen, az angol-finn csoport nyitó találkozó. 2-1-re vezet Tegz, méghozzá finn Snipgai ellen. Mara érdekes egyébként szerintem abból a szempontból a finnek helyzete, hogy ugye talán nem mondok azzal nagy madarságot, hogyha például megvárom, hogy Tegznek az akciója befejeződjön. Nagy nehezen azért sikerült szerelni, úristen, nagyon kockázatos volt az a bepassz középre a finn védelemnél, de közben lefújja a játékvezető az első fél időt, szóval, hogy ha azt mondom, hogy Finnországban mondjuk a hoki, az mondjuk erősebb vonalat képvisel, ami talán a nemzeti sport kérdését érinti. És hozzáteszem, hogy ha az e-sportok világát nézzük, akkor ez mindenképpen hatványozottan igaz, mert hogy éppen a regnáló világbajnok az egyik e-sport versenysorozatban, NHL-ben az éppen finn játékos. Közben ugye itt megnézhetjük, hogy valóban Dél-Afrika vezetés szerzett Franciaország ellen. És ettől függetlenül egyébként a finn e-sport az futballban is azért egyre inkább jön fel. Itt meg Dax az, aki hihetetlenül agresszívan letámadott. Viszont ez piros? Ez piros. Ez azt gondolom, hogy nem vita tárgya. Elveszíti Paolo Maldiniét, Dél-Afrika. És sikerül egyenlítenie. A 90. percben egy büntetőből a PSG elsportolójának Daxnak. Viszont ez csak 1-1. Közben a német, norvég szerintem teljes mérkőzéses összefoglalóját láthatjuk majd. A két oldal reakciója azok fenomenálisak egyébként. Ez pedig azt gondolom, hogy ha magát a passzokat, magát a gólt megelőző játékot nézzük, akkor talán személy szerint, akkor inkább úgy fogalmazok, a legszebb volt a gólok közül, amiket láttuk. Kicsit többet kellett védeni egyébként a finn kapusnak, Van der Sarnak, aki egyébként holland, csak amihez tartás véget. Hát igen, itt a nemzetek csatáján aztán tényleg azt lehet mondani, hogy rengeteg nemzet képviselteti magát, akár virtuálisan, akár valódi életben. Neymar, ugye, brazil játékos finn csapatban, mert talán 2019-ben ezzel meg sem lepődnék. Tex pedig gyönyörűen, wow, és ott van a második védés, aztán egy kapufa, és csak kitekint az edzőjére, Tex, vagyis hát csapattársára jobban mondva. Az angolok nem érkeztek edzővel, hiába, hogy ketten ülnek a játékos mögött. Egy nagy lövés távolról, marad a 2-1. Tartsatok velük továbbra is, az E-mánia folytatódik a reklám után. Snipgai vezetheti a következő támadást. Blokkolják azonban a lövést, és ezeknél a szituációknál egyébként abszolút lehet azt látni, ahogy például kihozta Tex, hogy higgadt és hidegvérrel méri fel a lehetőségeit. Nem kapkodja el, hogy kirúgja, kiívelje, stb. Kockázat van benne, hozzáteszem, tehát a lapos passzoknál mindig megvan az a veszély, hogy valahogy az ellenfél egyik játékosának a lába ott van, keresztezi a labda útját,
De most nem ez történt. Ha nem például fel tudott építeni egy remek támadást, befejezni azonban ezt most nem tudja Tegz. A keresztlabda pedig pontatlan, és nem is sikerül bent tartani. A játékvezető pedig úgy gondolta, hogy Eusebiónak jár a sárgalap. Elhajtja közben a reklamálókat. Hát az ő döntése, ezt senki nem kérdőjelezheti meg. Szépen jönnek ezek most megint Snip Guy. Azt gondolom, hogy jól tartja magát. Tegz ellen azért kevesen tudnak egyébként úgy játszani, hogy mindössze egy gól különbséget tudnak felmutatni mondjuk a 64. 65. percben. Sőt, talán még azt is elmondhatom közben egy szép tekerés, de az a baj, hogy ez megint nagyon távolról történt. Tehát így oké, próbálkozik Snip Guy, de ezekből azért nem biztos, hogy nagyon aggódnia kellene Tegznek. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy tényleg meg lehet a lehetősége, hogy meglepje az angol ember. Ronaldo visszakapja Sergio Ramos. Annyira nem kapkod Tegz, tehát azért látszik, hogy nem akar gyorsan elérni az ellenfél 16-osáig, inkább egy picit tartja is a labdát. Mbappénak kiszérre, majd Ronaldo. Nem kell feltétlenül mindig felfele passzolni, beleférnek az oldalsó passzok is. Azért ne felejtsük el, hogy az a virtuális térben is működik, ami a hagyományos labdarúgásban, de megvárom, hogy mi történik. Megkaptam a labda, felhúzza a Snipkány kapusa. Tehát a pszichológiai idézőjelben hadviselés, hogy tartod a labdát, passzolgatsz, és nincs az ellenfelednél. És ez idegörlő, főleg, hogyha hátrányban van. És mondjuk például így elpattan a játékosától a labda. És akkor jöhetnek majd a cserék. Lehet, hogy kap némi instrukciót, vagy hát ötletet arra, hogy mit kéne változtatnia. Ugyanezt történik a francia, illetve dél-afrikai mérkőzésen. Sőt, bocsánat, ott eredményeket lehet elő látni. Argentinak 3-1-re vezetnek a svédek ellen, németek is jól állnak a második meccsen Norvégiával szemben, és 1-1 ugye a Dél-Afrika-Franciaország, szóval az mindenképp meglepetés. Tehát azt azért lehet látni, hogy itt rögtön az első fordulóban, a nyitó fordulóban már megtörténnek az érdekes eredmények. És akkor folytassuk az angol finn második meccset, a visszavágót. Egyelőre azért ez nyögvenyelős győzelem az angoloknak. Pedig szerintem mindenki könnyebb kezdetet várt, mert hát nem egy francia országgal vagy Szaúd-Arábiával kell megmérkőzniük. Vieira. Nagyon szép textdől, csak mi lett? Ó! Én itt föltettem magamnak nagy naívan a kérdés, hogy mit lehet ebből kihozni. Hiszen Neymart három védő vette körül. Kinek lehet passzolni? Nem volt üres ember. Nem tudom, minek kell passzolni, hogyha valaki így tud cselezni. Gyönyörű, ahogy beforgatott ott 2-3 embert, Jézusom. Tegz most megvillantott valamit. Egészen elképesztő, hogy mennyire ügyes ez a 17 éves játékos. 3-1, és talán kijelentettem azt, hogy ezzel igazából eldőlt. Nem csak ez a mérkőzés, hanem az angol-finn párharc is. De nyilván nem akarom leírni Snip Guy-t, de itt most azért láttunk valamit, amit nem sűrűn szoktunk. És robokat előre. Lesz-e 4-1? Az biztos, hogy véget vetne a finnek álmának, de marad még egy kicsi, hogy ébren álmodjanak. 82. perc. Lesz-e beadás? Nem lesz beadás, viszont szabadrúgás jár. Érkezik az ívelés. Na,
sikerül-e még egyszer kapura tenni, mert az első lövés az levágódik a falról, aztán a második is, de marad Snipguy-nál. Ez így jó, be tud fordulni, de csak az oldalhárót tudja eltalálni. Ezzel marad a 3-1, és 5 perc, annyi sem, ami az órán hátra van. Szimpatikusak egyébként a finnek, nagyot küzdenek, és nem is játszanak olyan rosszul. De a brit tapasztalat az igazából Texiknek sokat segít, mondjuk itt ez. Érdekes volt, aha, beleért valaki. Kicsit elvégzi. Jön a beadás. Neki tudják fejelni. Neymar sarokkal. Másik oldalon is lehet technikázni. Ronaldinho, ez remek csel volt. Aztán még egy, csak az az igazság, hogy ezzel sokra nem megy. Így mondjuk, hogy Bale egy fordulat után szépen ki tudta ugratni Ronaldinho-t. Ez így jó. Egy szöglet még a végére belefér. A két gólos előny az túl sok. Azt gondolom, hogyha itt 2-1 lenne az állás, akkor másként is alakulhatna a végjáték, de hiába a 3 perc ráadás, azt gondolom, hogy nem kell félni a Texnek. Sőt, egy kontra még a végére. Kacsattanó is lehet. De szép volt a védekezés, és megvan tehát Texnek egyrészt a bemutatkozó mérkőzésre, másrészt Anglia második győzelme, tehát Tom 1-0-ás diadala után Tex is hozza a 3 pontot, ez pedig azt jelenti, hogy 6-tal indul útjára az angol válogatott az E-Nations Cup-on, amelyet egyébként az E-Mania műsorán belül igazából teljes egészében láthattok majd itt az RTL Plus-on, úgyhogy érdemes követni a műsort, hisz aki szereti a virtuális futballt, a FIFA-t. És hát tényleg a világ elitjére kíváncsi, akkor mindenképpen tartson velünk majd a továbbiakban is. Itt közben megnézhetjük, hogy milyen gólokat produkáltak a játékosok. Már az 5. percben Texnek megvolt az előnye, ami egyébként szerintem eléggé meg tudja nyugtatni a játékosokat. Itt még Snipguy egyébként nagyszerűen megoldotta a dolgot és egyenlíteni tudott. Hihetetlen egyébként, hogyha csak az arcokat nézzük, akkor sokszor az a döbbenetes fókusz, ahogy tényleg rákoncentrálnak a játékra, az hihetetlen. És az az igazság, hogy ez nagyon embert próbáló. Tehát fejben hihetetlenül el lehet fáradni, és ez az egyik dolog, amire hát nem is tudom, hogy pontosan lehet-e edzeni. Erre sem tudom, hogy lehet-e edzeni, hogy mondjuk így forgasd a játékosodat, hogy 3 ember gyűrűjében, egy zsebkendőnyi területen igazából ki tud bújni, és be tud lőni. Nem hiszik el egyébként, tehát ez látszik, hogy most ott mi történt? És közben nem ez Dossari a riportel hölgy mellett. Igazából ő a regnáló világbajnok. Múlt héten is megnyerte a versenyt. Hogy érzi magát itt ezen a versenyen? Igazából először majd Franciaországgal játszanak, ugye nekik még nem volt igazából meccsük. És hogy látta a meccset, természetesen dicséri a franciákat. Nem lesz majd könnyű dolguk. De hát azt gondolom, hogy az a nyugodtság, az a higgadtság, amivel például MS Dossari nyilatkozik, ez tényleg a profizmusról árulkodik. Neki egyébként Texel ellentétben. Óriási riválisok amúgy Xboxon. És hát akkor hamarosan egyébként ők is bemutatkoznak. Ők az egyik legnagyobb esélyesei amúgy. A szaúd-arábiai páros. MS Dossarinak a csapattársa egyébként The Royal. De hát majd meglátjuk, hogy akció közben mire lesznek képesek.
Nem egyszerű csoport, tehát ez a finn, angol, francia, dél-afrikai és angol kvintett. Na de nézzük, hogy Németország és Norvégia mire lesz majd itt képes egymás ellen. Mert hogy ők meg ugye a C-csoportban küzdhetnek. Ami szintén nem egy egyszerű, közben ott volt egy óriási löket. De vajon sikerül-e tisztázni? Egyébként ez a meccs, csak hogy ugye gyorsan meg is jegyezzem, már 2v2, tehát látszik az, hogy mind a négy játékos ott ül a konzolok előtt. És itt lehet látni, hogy négy darab kis háromszög van igazából a játékosok feje fölött. Ez pedig azt jelenti, hogy bizony négy játékos irányítja a csapatokat. Mert hát a két meccs eredménye alapján nem sikerült dűlőre vinni Németország-Norvégia párharcot. Németország egyébként vezet itt a harmadik mindent eldöntő mérkőzésen. És hát itt azért azt gondolom, hogy az összjáték, illetve a kommunikáció az még többet számít. Nos, szép volt, legalábbis első ránézésre ez a kényszerítő. Az ötlet önmagában pazar volt, a megvalósítás már kevésbé. Egyébként a német-norvég páros mellett ugye még Brazília, Argentina és Svédország kapott helyet, és ez azért lehetett látni, hogy az Argentina eléggé komolyan megpróbálták elintézni Svédországot, legalábbis Nikolásznak sikerült. Ahogy ezt lehet látni, jelenleg ugye 0-0 a másik mérkőzés. Meglódul a német válogatott ott a jobb szélen, 40. percben. Viszont szép volt a védekezés. És lehet ívelni felé. Ez így jó, mezőnyben azért titka, amikor ennyire üresen marad egy játékos, és mondjuk át lehet venni. Ez is passz is jó, sőt a kiugratás is remek. 3-4, sőt most már 5 játékos is ott a 16-oson belül, a csel pedig, ahogy a balra, bal lábáról átúszta a jobbra, az tökéletes volt, viszont utána sikerült még valahogy tompítani a lövést, a szögletet követően pedig elrontják a norvégok. És a bedobást pedig szintén nem sikerült jól abszolválniuk. Mbappé, aztán Varane. Ronaldo. Norvégok is jók egyébként, a finnekhez hasonlóan. Úgy látszik, hogy a skandináv nemzetek próbálnak azért némi nemű feltűnést kelteni. Gyönyörű volt egyébként, ahogy lépett a védelem. De lefújja a játékvezető az első fél időt. Megy a bíztatás. Hozzáteszem egyébként, hogy ugye egyik csapatnak sincs a kettő közül hát hivatalosan megjelölt edzője. Természetesen a csapatnak van segítője. De nem mindenki tudja ellátni az edző feladatát. És hogyha jól néztem a mezőnyből, akkor mindössze 3 csapat jegyzett be igazából. Hát nevezhetjük edzőnek. Igazából a dánoknál, a franciáknál és a spanyoloknál van megjelölve ilyen pozícióban, ember az összes többi csapatnál a 20-ból. Igazából csak a két játékos meg a kísérők vannak. De valószínűleg, hogy ezt azért több egyénnel megbeszélik majd, hogy mi az, ami működhet taktika, mi az, ami nem működhet, mi kellene javítani. Persze a végén mindig egyetlen egy dolog marad. Ki az ügyesebb, és aktuálisan ki a jobb. Kirúgás lesz majd. Ez picit elszállt az éterbe. És közben, hogyha minden igaz, akkor 11-es lesz bizony. Azt pedig az argentinok értékesítették. Na itt azért megkérdezhető, hogy vajon mit csinált a svéd kapusa. Nem egyszerű igazából védeni a hálóőrrel büntetőnél. Így az utolsó pillanatban pedig a visszarobogó Vieirával oda sikerült valahogy lépni. Neymartól nem lehet elvenni a labdát, sőt még a kényszerítő is jó. Na ez most egy tetszetős norvég akció lehet. Szép ez az észrevétel is, sikerül bent tartani.
És aztán közben visszatérünk az angol finn meccsre. Gólt nem láttunk, tehát csak az argentin svéden. Méghozzá egy 11-est. Ugye ott Jágó tudott ugye büntetőből betalálni. Méghozzá Borász legint ellen. Na ott azért még szerintem lehet változás. De nézzük, hogy ugye 2v2-t tekintve mi a helyzet az angol finn mérkőzésen. Tex és Tom, Mixer és Snipgály a másik oldalon. Egy szép fordítás a másik oldalra. Rögtön jön a fejes, és lehet meglódulni Ronaldóval. Sokáig azonban nem sikerült menni. Ezek a... Ebből sűrűn fogunk látni valószínűleg. Tehát a szélső játékos, hoppá! Támadt egy kis zűr ott az angol a védelemben. De megúszszák. Mondhatni, vagy mégsem? Megint Vieira. Vieira is ül itt. Őket biztos, hogy sok csapatban látjuk. Két legjobb szűrő igazából a játékban. Mint ahogy a Ronaldók is, a legjobb támadók. Mbappé. Nolét Vieira. Bejátszani középre egyelőre nem sikerül. Na, kinek tovább? Nem nagyon van bent 16-oson belül senki az angoloktól. Egy-egy játékos néha bemerészkedik, de nagyjából ennyi Mbappé. Na, talán most beadja. Hát ezt így könnyűszerrel kifejelték. Uha, Mbappé nagyon jó helyen szerez labdát, és egyelőre nagyon harcias is, de túl sok volt a kékmezes, nem miatt második hullám, vagy nem tudtak hamar felzárkózni a csapattársak. Egyelőre viszont a finnek nem tudnak felszabadítani. Na most, hogy lehúzza a kapusuk. Mindjárt más a helyzet, és akkor nézzünk egy gólt is. Méghozzá a Francia-Dél-Afrika találkozónak a 40. percében. Az elsőt még egyszerűen hárította. És a 2v2 mérkőzésen a dél-afrikaiaknak a kapusa, de aztán kipattanó. Ez már nem. Ó, itt megint egy pekes szituáció. Neymar elé pattog a labda, miután sikerült még odaszúrni egyet, és a védő nem tudott időben reagálni. A helyzetre nézzük csak. Ahogy a brazil Ronaldo befordult, így van. Elsodorták előre a labdát, de hát szegény finnek még csak szerencséjük sincs bekjükre. Érkezett Neymar, és neki már csak tulajdonképpen, mintha edzésen azt mondta volna az edző, hogy gurítsuk a kapuba, most lesz, gyakoroljuk, megtette. 1-0 tehát Angliának a 2v2-ben. Szóval egy taktikai jelen például, csak hogy gyorsan elmondjam. Bár, nézzük csak, Mbappé, de fürge az a játékos, de fürge. Na, most ugye szélen Mbappé nagyon jó, el tud indulni, tehát ez az egyik taktikai, visszafordulnak, ugye, és indítás gombbal visszapasszolják, és ott általában olyan akár 50-60 méteres átadást is lehet látni, vagy lebonyolítani valamelyik szélen, és azt nehéz levédekezni, mert sűrűn lehet igazából védelem mögé juttatni ezáltal a labdát. Ezt Tex szokta parádésan alkalmazni, ebből a lövésbe pedig beleléptek. Jöhet a szöglet. A 26. percben. Talán gólokban nem mutatkozik meg az irdatlan nagy fölény az angolok részéről, de azt gondolom, hogy játék képe alapján elmondható, hogy itt azért nem kérdéses, hogy melyik válogatott az, aki abszolút az esélyesebb ennek a párhoznak. Távoli löket! Szemfüles volt. Egy pici rés kínálkozott előtte, és azonnal tüzelt. Hát most a finnek kapusa helyébe szerintem kevesen lennének, mert hogy rendkívül sok dolga akadt az elmúlt néhány másodpercben. Sikerülhet egyébként egy jó kontrát összehozni. Eddig ez jó, egy picit lelassult, ennek ellenére nem, ez pontatlan. És gyönyörűen oldják meg. Nem tudom, hogy mennyire volt tudatos, minden esetre ez lényegtelen. Kipattan a támadóról, és így az angolok hozhatják a 33. percben
És ez megint egy jó kiugratás. Neymar, amiről beszéltem, hogy onnan szélen, vagy szélről. Igazából könnyebb a védelem mögé gurítani a lasztit. Ez kockázatos átadás. Már magasabb volt, igazából, mint Ronaldo. Akik ugye korábban csapattársak voltak, hiszen a Real Madridban együtt futballoztak. Hát most már ez megszűnt. Varán maradt Real Madridos, de mint mindenki tudja, Ronaldo azóta már a Juventusban búgja a bőrt. Több kevesebb sikerrel. Amúgy ez is egy érdekes kérdés, tehát erről is órákat lehetne szerintem beszélni, hogy kellett a Juvénak, vagy tudja-e ugyanúgy a Juventust. Bár lehet, hogy ebbe is beleköpnének, hogy nem Ronaldo volt a Real Madrid sikere. Aztán van, akinek azt mondja, hogy persze, amióta elment azóta. Hát nem ugyanaz a királyi gárda. De hogy egyáltalán Juventus képes-e igazából egy maga ugyanúgy a háttám mindig. Ez is egy jó kérdés. De hát nem ez a lényeg, mert egyelőre egyébként nagyjából itt minden csapatnak sokat segít, hiszen minden egyes együttes ugye bepagolta a kezdőjében. Nem véletlenül 61%-ban a labda az angoloknál, míg 39%-ben a finneknél. Ez megint egy jó észrevétel volt. Neymar, na most már ő szélre is kimozog. Eddig inkább sűrűbben csak középen lehetett látni, de ez megint egy szép. Az Elmánia folytatódik, de csak a reklám után. Tartsatok velünk! Gyakori észrevétel, ragadt portugál. Ronaldóhoz a labda. Ampé. És most a brazil Ronaldo, aki Van Dijk-kal szemben nem tudta tartani a labdát. Az első fél idő egyébként szépen el is csordogált. Azt gondolom, hogy az angolok egy picit visszavettek, tehát ez érezhető. Nekik úgy volt jó, hogy megnyomták, és közben rákapcsoltak. És meglőtt az első gól. Ó, de gyönyörű volt az az esernyő! A beadásból viszont igazából még csak helyzet sem lett. Egyetlen egy lövés. És az is csak egy kísérlet a finnek oldaláról. És ez nagyon kevés. Tehát, hogyha nincs kaput eltaláló lövésed, hát úgy azért nehéz pontokat szerezni. Itt meg megnézhetjük a gólt még egyszer. Egy kirúgás, egy finn kirúgásból a britek megoldották. És igazából azért valljuk be, úgy zárójelbe, hogy kellett ehhez szerencse is, mert Neymar elé is odorták a labdát a finn védők. Érezték ők is, hogy ez elkerülhető lett volna. És közben pedig franciák is vezetést szereztek a dél-afrikaiak ellen. Nézzük akkor a második játékrészt. A finneknek az utolsó lehetősége, hogy némi nemi pontot szerezzenek. Tehát így minden egyes mérkőzés a 2-1 és a 2-2 is pontot ér. És akkor ezek szerint itt mind a hármat lejátszák, tehát hiába nyerték meg, ugye. Nem úgy, mint az egyenes kieséses rendszerben, mert itt a 2-2 is alapból le kell játszani. És ez azt jelenti, hogyha picit belemegyek a matematikába, bár nem akarok, hiszen ez még csak az első forduló, de hogy lássuk a teljes képet. Közben érdekes volt ez a szabadrúgás, nem nagyon sikerült belőle semmit kihozni. Szóval a matematikát látva ugye 12 darab mérkőzése van egy csapatnak. Egy távoli tekerés, de ez azért pontatlan volt, elkerült a kaput. Szóval 4 ellenfele van egy csapatnak a csoportban, az azt jelenti, hogy ellenfelenként 3 meccs, tehát 12 mérkőzés, tehát 36 pont gyűjthető maximálisan. A fejbeszámolásom az csodálatos, 3 szorobány segítségével meg is tudtam oldani a feladatot. És hát azért mondjuk egy 9 ponttal indítani, az nem rossz például a angolok részéről. Mert azért rengeteg van még a finneknek, sem kell igazából sem szégyenkezniük, azt gondolom, és sem élniük, hogy bár egyébként lesznek még kemény ellenfeleik, hoppá! Mint ahogy ez a lövés is kemény volt Hulittal, 16-os előteréből. Nem volt igazán helyezve így, nem okozott gombot, hát ezt is lehet, hogy okozhatott volna, de nem okozott gondot
ugye, kapusnak. És ez az 1-0, ez elég vékony. Ez abszolút ledolgozható. Eusebióban akadt el majdnem a labda, de marad az angoloknál. Egy beadás. Ez sikerül kifejelni. Feljáték egy fokkal szerintem erősebb a fényeknek is. Ők nem is nagyon próbálkoznak igazából támadás alány sem az íveléssel. Érzik azt, hogy azért itt kevesebb esélyük lenne ezáltal. Bedobás. Neymar nem csak a támadásban villog. Egyszerű labdaszerzés volt. Eddig milyen kétes szereplője a futballvilágnak Neymar? Van, aki imádja, hát van, aki meg azt mondja, hogy sérülékeny, és lehet, hogy egy picit túltolja a színészkedést. Meg hát ugye volt a Herceg utcája. Paris Saint-Germainnek, Barcelonának. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy ezek mindig mellékes dolgok, mert kiváló futballista, és a játékban is hihetetlenül hasznos tud lenni. Például beleszereztek gólt. Ó! És ha már gól, és ha már a brazil Neymar, akkor a brazil Ronaldo sem akar lemaradni. Nagyon szép gól. De itt megint pekesek voltak. Ez az egyik, az átadást követően Ronaldo elé, de úgy pattam fel a labda, ha még egy szögből igazából megnézhetjük a gólt, csak pont azt a részletét nem láthattuk, ahogy igazából a finn védő előkészítette az angol támadónak ezt a lehetőséget, és a 16-os vonaláról a hosszút. 2-0. Hát ez a 2v2 nem a finneké. És abszolút azt gondolom, hogy partiban vannak az angolokkal. Itt lehet látni a taktikai beállításokat. Félig meddig egyébként edzőnek kell lenni, hozzáteszem, mert hogy egyéni utasításokat is kiosztanak, csapatutasításokat is kiosztanak, felállást, illetve kezdő csapatot is összeraknak. Meg hát azért ilyenkor nem lehet, hogyha cserélni is tudnak. Na, jön a Ronaldinho. Mondjuk csak, már Ronaldo marad. Úgy tűnik, hogy marad. Viszont a svédek, Borász legend, révén, gyönyörű egyenlítés a 81. percben. Hát sokáig egyébként Borász legend egyébként nem örülhetett, mert jött a hosszabbítás. És Ruud Gullit révén. Aki egyébként végül nem tudott fejelni, de Ronaldo megoldotta. 2-1 az argentinoknak. Na hát csak ők is kiszenvedik a mérkőzést. Itt meg most már 2-0 angol finnen. Kenneth Bale érkezik Ronaldo helyett, ezek szerint a szélre akkor. Mbappé. Ez egy remek meglátás, de jön a kapus is. Marcelo, 73. perc. Ez a 2-0 megnyugtató előny igazából, és nagyjából garantálható is ez a 9 pont az angoloknál, és ez egy eléggé fenomenális kezdés, bár az argentinok sem palaszkodhatnak amúgy. Valószínűleg egyébként, hogy a mérkőzés után megnézhetjük majd az összes első fordulós párharcnak az a végeredményét. Hoppá! Mekkora löket volt ez, ahogy befordult a finn játékos. És szerintem ott még De Gea is beleért, és úgy tolta. Vagy a játékosról, vagy a kapusról pattant végül kapufára, de nem volt messze a finneknek a szépítés. És ezért mondom, hogy pekesek, mert hogy a két gól az nyilván valamennyire rajtuk múlott, de
ott már nem nagyon tudnak mit csinálni az irányítás kapcsán. Tehát pattan a labda, ahogy pattan. Elfogadod, ennyit tudsz tenni. Oké, megint oda. Sodortuk, oké, megint oda pattant az angolok elé. És megint egy picit, mint hogyha nekik kedvezne a FIFA, de végül most föl tudták szedni. Marcelo. Mbappé. Ott ha sikerült volna hamarabb leadni. Talán egy picit túl sokat vártak. Varane hátra, okosan higgadta. És De Gea, aki viszont nem így cselekszik. És kiküldi az oldalvonalon túlra. Jól láttam, hogy sarokkal? Vagy csak káprázott a szemem. Minden esetre a beadás csúcs volt, de ennyi. De most nem a kirúgásokról marad emlékezetes a teljesítménye az angol kapusnak. Messi, ő volt tehát a finneknél a csere. Maldini vissza, Varane kiszérre Marcelónak, és instant lehet indítani Mbappét, aki előtt óriási üres terület. Csak most vált ki egy játékos, de ez késő, és nem sikerül befejezni az akciót. Ronaldo az, aki eddig magabiztosan megoldotta ezeket a szituációkat. Most viszont ez nem sikerült. Nézzük a szögletet! A 90. percben jön a beadás. A Fenomeno ellen elő lehet tudták fejelni, Mbappé viszont nagyot harcol, és megint ott volt a lehetőség, hogy valahogy legyújja a labdát. De most nem jött össze az angoloknak. 92. perc, ráadásul a két perc hosszabbítás nagyjából le is telt. És hát most sem kedvezett nekik a sors. Ronaldo amolyan balettmozdulattal előre, és megvan az angoloknak a finnek elleni harmadik győzelem is. És ez pedig egy álom rajt, azt gondolom a Tex-Tom párosnak. De nem kell igazából ugye Mixiernek és Snipguynak sem szomorkodnia, hiszen van még 3 ellenfelük, 9 mérkőzésük, és még 27 pont, amiből azért elég sokat lehet gyűjteni ahhoz, hogy esetleg tovább juthassanak. Közben a német úriembereket igyekeznek meg interjúvolni. Kicsit ideges volt Moau-ba. Volt vagy 6-7 lehetősége igazából, de nem így nagyon akartak összejönni, és így elég komoly kis első mérkőzést kellett játszania. Sokkal magabiztosabban játszott, és igazából jobban sikerült meg a Bitnek a bemutatkozás, és hát a németek miatt egyébként maguk itt a riporterek is izgatottak, mert hogy a E-Nations Cup egyik nagy esélyesei is lehetnek. Hogy sikerült a 2v2? Sokat gyakoroltak egyébként, úgyhogy igazából úgy érzik, hogy jól indultak ezzel a 2v2-vel. Magabiztosak, tehát... És közben egyébként megnézhetjük a állásokat is. A C csoportban Argentína, ugye 9 pontot gyűjtött 3 mérkőzés után, és plusz 6-os a gól különbsége. A németeknek szintén 3 meccsből 7 pontjuk van, ugye Moau-ba döntetlent játszott, nekik plusz 3-as gól különbségükben Norvégia. 3 mérkőzésből 1 pontot, mínusz 3-as gólkülönbsége is, Svédország pedig 3 mérkőzésből, ugye az argentinok ellen nem sikerült pontot szerezniük, és mínusz 6-os gólkülönbséggel állnak jelenleg ugye a C csoport. Hát alján Brazíliára még ugye várni kell.
Hát igen, hogy nehéz volt kiválasztani egyébként azt a két játékost, aki képviseli a csapatot, mert hogy 21-en találhatóak a nemzeti csapatban, de végül is Megabit és Moaubára esett a választás. Hát igen, azért egyébként a német, tehát jó, a futballban azért hozzáteszem, hogy Németországra mindig nagy feladat hárul, tehát általában amilyen futballesemény van, és ahol Németország megjelenik, lehet arra számítani, hogy ők nyernek. És ez a helyzet egyébként a virtuális világban is. És hát azért valljuk be, hogy nem kezdtek rosszul. És közben megnézhetjük még az A csoport állását is. Anglia vezet 3 meccsből 9 pont, ugye Franciaország mögöttük 3 meccsből 7 pont. Dél-Afrika ellen ugye Dax csak döntetlen tért el, és a Dél-Afrika pedig 3 meccsből 1 pont. Szaúd-Arábia ugye nem mutatkozott még be, illetve Finnország 3 mérkőzés után 0 pontot tud felmutatni. De hát ugye ez az első forduló volt, itt még azért nagy átrendeződések lehetnek, és mondom, tehát mind a két csoportban ugye az A, illetve a C jelű kvintetben is van egy-egy olyan csapat, ráadásul, tehát itt azért Brazília és Szaúd-Arábia két olyan csapat, vagy hát nemzet, ami FIFA-ban, tehát meghatározó egyéniségek alkotják ezeket a válogatottakat, és ők még azért az biztos, hogy sok mindent meg fognak kavarni. Úgyhogy érdekes egyébként, hogy pont úgy hozták, vagy pont úgy hozta a sors az első fordulót, hogy igazából ezek a csapatok kimaradjanak, mert így azért érezhető, hogy nem egy Norvégia, vagy a másik csoportban, ugye Dél-Afrika, aki esetleg úgymond, hát kis pihenőt kapott, és nem játszhatott, mert hát olyankor az is egy kérdés, hogy ők mire lehetnek képesek, de így pontosan tudjuk azt, hogy azért komoly erőt képviselő együttesek pihenhettek az első körben, és egy komoly második körös rangadó vár itt ránk, hiszen Szaúd-Arábia és Franciaország egymásnak esik, ugye a regnáló egyéni világbajnok MS Dosari majd Maestro ellen küzdhet, aki egyébként ugye nagyon magabiztos győzelmet aratott az első fordulóban, hiszen 4-0-ra ugye megverte Siant. Úgyhogy azt gondolom, hogy hát neki azért önbizalomból nem lesz hiánya, de Royal majd Dax ellen bizonyíthat, és akkor ugye lejátszák majd a 2v2-t is. A finnek és a dél-afrikaiak, South Africa, jobban mondva, szintén egy olyan összecsapás, amikor két csapatnak hát bizonyítania kellene, hogy helye van itt a mezőnyben, és hogyha mondjuk osztozkodnak a pontokon, az egyiküknek sem lesz jó. Tehát itt tényleg sok esélyes. Ugyanez a helyzet a norvég-svéd összecsapásra, és lesz egy dél-amerikai rangadó, ugye Brazília is bemutatkozik az E-Nations Cup-on. Itt az E-Mania műsorában, az RTL Plus-on. Méghozzá az argentinok ellen, ami szintén egy, hát, nem akármilyen rangadó. Egyébként érdekes, hogy a nemzetek között legyen szó bármilyen sportról, vagy bármilyen e-sportról, azt gondolom, hogy tehát tényleg, ha meghalljuk, hogy ki melyik országból származik, akkor rögtön arra gondol az ember, hogy hát itt nincs olyan, hogy barátságos mérkőzés, vagy nyilván az alapvető tisztelet megvan, de itt egyértelműen arra mennek majd a játékosok, hogy jó, akkor kettőzött erővel szeretnének bizonyítani, mert hát azt gondolom, hogy hol máskor, hanem ilyenkor. Tehát az egy dolog, és ez mindig a sportok és az e-sportok világában is, de ugye a hagyományos sportokban ez már jobban begyűrűzött, hogy nem csak klubcsapatokban kell teljesíteni, hanem akár ugye az embernek a hazáját is képviselnie kell. De az e-sportokban ez még nem feltétlenül mondható olyan hagyományos dolognak. Közben egyébként megyünk tovább, és ugye az argentin-brazil összecsapásra fókuszálunk, úgyhogy Torre és Nicolas párharcát nézhetjük majd meg, szóval számomra, de szerintem sokak számára egy nagyon érdekes dolog, hogy milyen az, amikor felhúzhatod hazádnak a szerelését, a mezét, mert az mindig egy különleges érzés, és legyen szó bármilyen nemzetre, még ha nem számít, hogy kis vagy nagy ország,
vagy, vagy melyik kontinensnek az országáról beszélünk, hanem odaülhetsz abban a mezben, vagy hát kimehetsz a pályára abban a mezben, és tudod, hogy nem csak magadért játszol, hanem tényleg szokták ott mondani, egy egész ország szorít, érted? És ez valahogy igazából tényleg extra löketet tudod. És ezért különleges ez az E-Nations Cup. Ezt ilyenre nem sírjó volt példa a virtuális labdarúgásban, hogy tényleg kicsit, azt nem mondom, hogy elvesznek az egyéniségek, de háttérbe szorulnak, mert itt elsősorban Brazília és Argentína jelen esetben, de elő például Anglia és Finnország volt a központban, mint ahogy most, ó, mekkora védés a brazil hálóőrtől, pedig úgy tűnt, hogy teljesen tisztára sikerült Nicolásnak játszani a Bappét, de a gól az nem jött össze. Megvan tehát az első parázs jelenet a Brazil-Argentínon. Hát, hogyha nyilván itt még Németország is helyet kapott, ugye ebben a csoportban, a céljelűben, de azt gondolom, hogy ez a párharc akár. Hoppá, megint egy gyönyörű csel, méghozzá Bappéval. Nicolás nagyon bekezdett, jöhet a szöglet, és akkor majd folytatom a mondatomat. 11. perc, és már olyan, mintha Nicolás szeretné nem hogy dűlőre vinni, hanem abszolút el is dönteni ezt a meccset. És hát nem, hogy nagyobb vezetést szerezni, sikerült tulajdonképpen két különböző féleképpen ugyanezt megfogalmaznom, úgyhogy hát igen, ezt teszi az izgalom az emberrel, mert hát ez az összekapás, ez nem minden nap látja. Igazából még az én szemem sem. Tehát ez a párharc egyébként úgy zárójelben, akár a csoport elsőségről is dönthet. Torre! Ő is megkínálja. Csak éppen a másik oldal kapusát. Nem volt benne olyan sok erő, meg helyezés sem, de azt gondolom, hogy most már a brazil oldal is megmutatta, hogy jól van. Nektek megy, argentinok, de mi is el tudunk jutni a kaputokig, szóval nem kell. Nem kell annyira elhívni, hogy itt jobbak lehetek. Mondjuk Nicolás egyébként tényleg fenomenális játékos, hozzáteszem, tehát így. Egyébként talán a legnagyobb érdekessége ennek a versenynek, és majd a jövőben erre szintén kíváncsi leszek, de az is elképzelhető, hogy valamilyen szinten átalakul, mert ugye most meghívásos alapon 20 nemzet kapott helyet ugye ezen az E-Nations Cupon, és hogyha magukat a futball nemzeteket nézzük, akkor szinte mindegyik itt van, akik ugye hagyományos labdarúgásban a térképen feltüntetve tényleg labdarúgó nagy hatalomnak számítanak, de mondjuk Olaszország jelzik, és ez majd a jövőre nézve meglátjuk, hogy miként alakul. De egyébként mindegyik kontinens képviselteti magát. És ez nagyon érdekes. Mint ahogy az is, hogy Nicolás, ó, megint eljutott a brazil kapuig. Csak most nem kellett közbeavatkoznia a brazil hálóőrnek. Közben a norvég-svéden ott van a vezető találat a norvégoknak. Egyébként érdekes, hogy pont egy olyan bejátszást kapunk, hogy nagyon hasonló volt a helyzet. Kicsit talán beljebb volt a norvég támadó, itt Nicolásnál, csak ott a hosszúba besurrant a labda, itt viszont. Az Emelnél műsor azonnal folytatódik a szünet után az RTL Plus-on. Nem jött össze. Függetlenül ott van Alexandrov. Azt is érdekes majd megnézni, egyébként itt szerintem majd azért látjuk, hogy habár nagyjából a pályán lévő játékosoknak a nevei ugyanazok lesznek, tehát megvan egy olyan keret, akik tényleg a legerősebbek, akiket a legjobbak is előszeretettel használnak, de azért felfeltűnhetnek olyan arcok, vagy olyan játékosok, akik azért tényleg valami újdonságot jelentenek. Ilyen például ugye Nicolásnál a bal hátén pozícióban lévő Alexandro, érkezik egy beadás, bennie kellett a kapusnak bizony. Itt Ronaldo játszott össze, és Vieira aztán már. Mbappé. Lehet építkezni, és egyelőre nagyon aktív amúgy Nicolásnál a bal oldal. Egyelőre Torre állja a sorat. Egyébként Torre tulajdonképpen
amellett, hogy az Ajax igazolt labdarúgója, hát ő is komoly erőt képvisel, és akár ezt a támadással hogy bizonyíthatja is, de nem sikerül egy lövő helyzetig. Kimagasló egyéni eredmény egyébként nincsen Torrénak. Még 2018 év végéről van egy harmadik-negyedik helyezése a FIFA Champions Cup-on. Ettől függetlenül mondhatni, hogy állandó résztvevője igazából a legnagyobb FIFA versenyeknek. És az, hogy mondjuk a legjobb 8-ba csak hébe-hóba jut be, a tapasztalata az megkérdőjelezhetetlen. Nicolas ezzel szemben viszont már sokkal komolyabb erőt képvisel. De az az igazság, hogy itt hamar elolvadhat ez a fajta különbség. Szóval, hogy Nicolas egyébként ő is mindjárt folytatjuk csak éppenséggel. Hoppácska. A franciák vezetnek a másik rangadón, méghozzá Szaúd-Arábia ellen. Nagy löket volt itt a 21. percben. De aztán úgy voltak a szaúdiak, hogy jó, akkor ideje felébredni, és akkor rögtön néhány percre rá meg is van az egyenlítés. Úgyhogy tulajdonképpen olyan, mintha előről kezdenék azt a mérkőzést. A brazil-argentin, ott pedig szintén esik egy gól. Az alapvonalról visszagurított labdát Nicolas Eusebióval a hálóba juttatja. A hosszabbítás hosszabbításában, tehát a 48. percben megvan a vezetés. Nicolas védi egy egyébként ez a kicsit ráncolt oblak, és tényleg szinte összeszorított szemöldök a koncentráció magas fokú meglétét eredményezi. És rögtön, ahogy igazából lefújja a játékvezető a félidőt, már is megkönnyebbülve fordulod a társaihoz és mondjál, hogy mi a helyzet. Egyébként ő az FC Basel játékosa. Erről még egyébként beszélni akartam, és akkor most talán van egy kevés időnk, hogy egyre több sportklub csatlakozik igazából. Ugye magához, a FIFA-hoz, magához, a virtuális futball világához. Itt közben egyébként a svédek egyenlítő találatát nézhetjük meg. Aj, de szép kapáslövés volt, ahogy lepasszolták Ronaldónak. Ő nem sokat teketóriázott, és rögtön tüzelt. Itt lehet majd megnézni, ahogy visszaúszta Neymar, leadta társának is. Kőkemény löket volt. Szóval, hogy egyre több sportklub, de igazából a világ minden tájáról most már szeret e-sportolót igazolni, és hát ugye említettem, már az e-Premier League-et, tehát az összes Premier League csapatnak, ha nem is igazolt labdarúgója van, de igazából már-már közel járunk ahhoz, hogy tényleg ez így történjen meg. Csak mert ugye előbb beszéltem Tegzől, aki Liverpool színeiben megnyerte, de ez még csak az e-Premier League-re érvényes. Viszont a Bázelnél teljes értékű. És fizetett játékosról beszélünk Nicolas személyében. Hű, Torre! Úgy jött ki a második játékrészre, hogy na jó, akkor most már nincs mese. Ez a Nicolas gyerek, ez itt tényleg komolyan gondolja, hogy 3 pontot akar szerezni a nemzetének. És hát most már tényleg csak arra várunk, hogy az a fajta, nem is tudom milyen szóval éljek a gól mellett, mert hogy franciák, na itt elkezdett góleső esni. Maestro 2-1-re vezet Szaúd-Arábia ellen, franciák színeiben. Itt. Lehet, hogy nem sikerült tisztázni, és a szaúdiak rögtön újfent egyenlíteni tudtak. Nem, maradunk egy kicsit a Szaúd-Arábia Franciaországon. Egyébként ez is egy óriási meccs. Hát csak azért is, mert ugye Maestro éppenséggel MS Dosari ellen küzd. A főgyereknáló világbajnok. Hoppá! Nem fújja be a játékvezető! Hát könyörgöm, még azt is megmutatta nekünk maga a játék, hogy lesérült egy pillanatra MS Dosari támadója, aki hát majdnem ledobta a szemüvegét. Annyira kigúvatta a szeme, hogy ez mi?
És úgy tűnik, hogy nem, hogy büntetőt nem adott, még csak nem is fújt. Hát ugye időnként azért megkérdőjelezhető a játékvezetői tevékenység magában a FIFA-ban is, de azt kell mondjam, hogy amennyire bosszantó lehet, annyira valósághű ezen a része. Mert hát azért milyen ítéleteket látunk, meg milyen döntéseket. Igazából egy hagyományos futballmeccsen, hát ott is van, hogy hónapokig beszéltem, a gól volt, nem volt gól, büntető volt, nem volt büntető, ki kellett volna állítani, nem kellett volna kiállítani, les volt, nem volt les is. Ez sokszor egyébként simán előfordul FIFA-ban is. És ez nyilván az adott játékosnak, hát, hogy mondjam, nem feltétlenül jó érzés, főleg, hogyha egy rangos versenyen téved a hátrányára a bíró, és hogy egyáltalán ezt ki lehetek küszöbölni. Hogy teljesen objektív és mindig becül ítélő bírót sikerüljön leprogramozni az ére. Nem tudom, hogy megvalósítható, és egyáltalán, hogyha megvalósítható, akkor kellene. Az biztos, hogy a 70. percben már kérte a szünetet Emez Dossari, amíg viszont nem megy ki a labda, addig erre nincs lehetősége. Hoha! És ott lehet a következő! Bistro! 3-1 a franciáknak! Micsoda kezdés! Micsoda kezdés a szaúd-arábiaiak ellen! És ha jól láttam, akkor már volt egy csere, meg lehet, hogy felállást is változtat. És azt nézem, igen, hogy óha! Elég tömör ott a... Tehát inkább középre koncentráló felállást láthatunk képességgel. Izgalmakkal telve figyeli a szaudi kolléga játékosának tevékenységét. Biztos, hogy az fordult meg a fejébe, megtörténnek a beállítások, és pillanatokon belül a fordítás is összejön majd. Mondjuk nem lesz egyszerű 3-1-ről, de a FIFA-ban egyébként nincs lehetetlen. Azt gondolom, hogy 71. perc, hát az még igazából semmire nem garancia. Cristiano Ronaldo sérült egy picit, de hát ez annyira nem befolyásoló tényező, és lehet, hogy rögtön itt valami nagy varázslat történik. Ó, mekkora lett volna! Aztán ez a kanalazás, már maradjunk annyiba, hogy annak is köszönhető volt, hogy beleért egy francia láb, testrész. Mbappé viszont a szöglet, a kis szöglet, ami egyébként alapjában véve nem rossz, csak hogy megint sikerült odapiszkálni, és rögtön indul a kontra. Eusebióval sikerül megtartani, a gyönyörűen csinálja amúgy Maestro, gyönyörűen játszik. Nem lehet elvenni a labdát, most is igazából a rossz passznak volt köszönhető, hogy eladta. Mbappé. Elé. Ronaldo. És amúgy esküszöm működik a dolog. Be tudja játszani! De a ráfordulást követően. Az az igazság, hogy rögtön el kellett lőnie. És így bizony. És így bizony. Hát már kirúgást láthatunk a 80. percben. Sok profi egyébként szeret középen támadni. Nem egyszerű megvalósítani, de valahogy jobban be lehet küzdeni a labdát a 16-osan belőle, mint például most! Szerintem nem vette komolyan Maestro ezt a középletett labdát. De 3-2-re feljelemez Dossari, nézzük csak, sarokkal Hulit nem ért oda. És a második hullámban berobbanó Modric kegyetlenül kilövi a jobb felsőt. Sansztalan volt ott, bárki lehetett volna a franciák kapujában. És szerintem 82. perc, így van, bőven van még idő. Bőven van még idő. Mekkora meccs ez is, te jó ég. A finnek 0-0-ra állnak közben Szaúd-Arábia ellen. Bocsánat, Szaúd-Arábia, Dél-Afrika ellen. A szaudiak nem játszanak a finnek ellen, hiszen ők 3-2-re éppen, de hátrányban vannak a franciákkal szemben. Norvégia is döntetlenre áll a svédekkel. Nem nagyon tudnak dönteni. Mekkora kiugratás! És a rövidet célozta meg Emez Dossari.
és így nincs meg az egyenlítés a 86. percben, egy újabb szünet, most éppen a franciák igyekeznek valamit módosítani, szerintem választ kell találniuk. Választ kell találniuk a szambiak módosítására. Közben egy gólt megnézhető. Na hát, jobb később, mint soha. Ó, gyönyörű volt. És ezzel megvan a finnek. Egy nullás vezetése, és az akár három pontot is eredményezhet. Na de lesz a három pont Franciaországnak. Előre tör. Eusebio. Van Dijk. Nagyon akaratos volt. Ferdinand. Ő is például egy új arc. Marcelo. Mbappé. Nagyon jó a középre tett labda, de megint a lefordulás. Talán egy picit ezeket most elkapkodja, ez Dosszán pedig nem jellemző rá, hogy akár a mérkőzés végén, de meginogna. Sokszor ezt teszik a profik között is, még profibbán. Ezeket a játékosokat, hogy végig minél inkább hideg fejjel tud gondolkozni. Ez óriási kiugratás közben, amiről beszéltem, hogy ott szélen valahogy be lehet játszani a védők mögé, de nem akarja már beadni Mészró. Pontosan tudja, hogy itt neki most a három pont a legfontosabb. Vissza, egészen hátra a kapusig. Emez Dosari tudta, hogy itt már nem lesz lehetősége visszaszerezni a labdát. Megvan tehát a franciák első győzelme a szaúdiak felett. És egyelőre nem kezdenek jól Emez Dosariék. Viszont a franciák. Habár nem lett 100%-os, ugye, a dél-afrikaiak ellen a kezdésük, de a szaúdiak ellen folytatják a pontok gyűjtögetését. Mondjuk ez érdekes volt, hogy ahogy befordult Ronaldo, hogy tudta előni, de hát igazából gól született, és ez a legfontosabb. Nézzük meg igazából a gólokat a Franciaország-Szaúd-Arábia első mérkőzésről, azaz Mészró és Emez Dosari összecsapásáról. Ez meg az az ominózus jelenet volt, hogy nem adott semmit arra a játékvezető. Hát maradjunk annyiba, hogy ő pontosan látta, hogy mi történt, és nem kellett közbeavatkoznia. Emez Dosari sem nagyon hitt el, hogy mi a helyzet. Igen, előbb láthattuk, hogy a finnek végül a meccs végén kiharcolták Dél-Afrika ellen a győzelmet, még CR tehát Sian ellen 1-0-ra nyerni tudott Emez Dosari. Nagy küzdelemben, de alul maradt Mészróval szemben. Tehát Franciaország 3-2-vel kezdett Szaúd-Arábiával szemben. És azt gondolom, hogy ez azért érdekes, mert hogy előzetesen, tehát hogyha a papírformát így a csoport alapján összeállították, akkor rögtön mindenki azt mondta volna, oké, erősek a franciák, de maradjunk annyiba, hogy innen Anglia és Szaúd-Arábia jut tovább. De most jöttek Mészróék, vagyis hát legalábbis Mészró, és azt mondta, hogy jó, oké, van egy regnáló világbajnok a szaúdiaknál, de mi lenne, hogyha mondjuk nem ő nyerne, és mi meg így megpróbálnánk felborítani ezt a papírformát. Mert egyelőre ez nagyon úgy tűnik, hogy sikerült is nekik, és hát ezzel pedig óriási lépést tettek afelé, hogy esetleg tovább jussanak, csak meg lehet nézni a tabellát, ugye 4 meccsből 10 pont, ráadásul a gólkülönbségük is eléggé jó. És hát nem tudom, tehát a dél-afrikaiak, na most itt nagy kérdés, mert hogyha finnek győznek, akkor nagyságrendileg egy olyan dolgot lehet itt gyorsan lepörgetni, hogy marad Anglia, marad Szaúd-Arábia, és marad Finnország, akik nekik potenciális ellenfél lehet. És mivel ők játszottak Dél-Afrika ellen, így ezért hát tulajdonképpen tényleg onnan begyűjtöttek 7 pontot, és őket abszolút kilőhetik. A másik oldalon Argentína 12 pontos, szakítanak egyébként, tehát Nicolás vezetésével ez az argentin csapat, ez egyelőre parádés, de Jágót sem kell félteni. Németország a második, 3 meccsből ugye 7 pontosak, de
most ők pihennek, tehát ők nem is fognak több pontot gyűjteni. Hát Norvégia és Svédország, az majd megpróbálják egymás között eldönteni, de ahogy nézem, igazából Norvégia megnyerte a svédek elleni mérkőzést. Így van, Aztenpul 2-1-re Zimmét legyőzte, míg ugye Nikolász, ha egyel is, de Torétól jobbnak bizony. Tehát egyébként az is hihetetlenül szoros mérkőzés lesz. És ugyanez igaz, tehát a beugró, úgymond az első fordulóban szünetelő Brazília, szintén sokan azt mondták volna, hogy ez a két csapat túlmegy a csoporton, bár itt azt gondolom, hogy nagyon nehéz elválasztani. Sokkal könnyebben kijelenthető szerintem, és közben a francia csapatról szeretnék még egy picit beszélni, annak ellenére, hogy az argentin-brazil összecsapás második mérkőzését láthatjuk. Tehát Ebinho és Jágó mérkőzését. Szóval, hogy a franciáknál talán, ha úgy veszük, nagyobb a lemaradás. Ó, mekkora lövés volt közben az argentinoktól. Gyorsan befejezem, franciáknál nagyobb a lemaradás igazából talán az angol és az audi pároshoz képest. Legalábbis papíron, mint azt mondjuk elmondhatnánk az argentin-brazil-német hármasról. Itt tényleg nagyobb lehet az, hogy ki, hogy merre, mit tud kezdeni a mérkőzésekkel. Viszont az argentinok egyelőre eléggé megállíthatatlanak tűnnek. Na, de majd megnézzük, hogy Ebinho mit tud kihozni ebből az összecsapásból Jágó ellen. Viszont visszatérünk a szaúd-arábiai és francia játékos Dax és de Royal úgymond visszavágójára, bármint ami a két nemzet közötti összecsapást illeti. Mekkora löket, de jó ég, de Royalnak nem sikerült megszerezni a vezetést. Fehér, kék-fehérben egyébként ugye Franciaország, méghozzá Dax, szaúd-arábiai ellenfele pedig ugye, hát ilyen sötét kék, vagy már fekete és világos kék. Sportszár meg egy kis csíkozás ott a válnál. Ez az ő szerelésük. Külön érdekesség egyébként, hogy 2016. októberétől a PSG játékosa Dax. És emellett volt már néhány dobogós helyezése, de csak a dobogó legalsó fokát tudta megcsípni ezáltal. Tehát a fináléigba nem igazán sikerült-e beverekednie magát, de hazájában mégis az egyik legjobb játékosnak számít. És ennek ellenére, közben itt Sergio Ramos régfélkapja egy sárgalapot, de ennek ellenére ugye itt tart a PSG Sport együttese, és korábban egyébként az Epsilonnál játszott, tehát neki azért egyrészt hosszú ideje csapatozik, ha leegyszerűsítve akarom mondani, van tapasztalat, a másik pedig, hogy elég biztos és úgymond stabil játékos. És közben megnézhetünk egy gólt, Finneknél a hosszúra fejelt labdát valahogy egy üresen érkező játékos be tudta préselni a kujába, úgyhogy Finnország Snipguy révén a második mérkőzésen is vezet Dél-Afrika ellen, és ez talán a franciáknak így még jobban megkönnyíti a lehetőségeit. És ott van a gól közben, kérem szépen. Mert a Ebinho vezetés szerzett Jágó ellen, na hát akkor a brazil-argentin is érdekesebbre fordulhat, de hogy francia, szaúd-arábia, hogy az ilyen lesz egyelőre azért, de Royal hát próbál más gyakorolni francia ellenfelére. Igazából, hogyha a két csapat, vagy a két játékosnak az eredményeit összehasonlítom, akkor sokban, de Royal sem tud jobbakat felmutatni. Ő is stabilan, szinte minden Ultimate Team versenyen ott van. És hát azért néhány ezer dollárt már összekifázgatott magának. Hozzáteszem egyébként, ő 2017. decemberre óta Falcons eSportsnál kezdte a profi pályafutását, és aztán 2018. októberétől az Al-Nassr játékosa. Egyelőre 0-0, és eltett 22 perc. Talán ez nem annyira intenzív, mint a Al-Nassr-i mérkőzés. És egy dolog miatt még szerintem
mindenképpen másabb ez a verseny, mint egy bármilyen másik, mert hogy itt azért picit azon is gondolkoznak a játékosok. Persze minden versenyen, amikor a csoportból tovább kell jutnod, akkor nézed azt, hogy most 3 pontot szerzek, stb. De akkor mégiscsak leülsz magadért játszol, és akkor hát megpróbálom megszerezni a 3 pontot, és akkor király sem. Ha nem jön össze, hát akkor ez van, majd megpróbálok javítani, ha még van lehetőség. Itt viszont muszáj számolgatni. Mit jelent akár egy pont megszerzése is? Mit jelent az, hogyha én mondjuk túl támadóan lépek pályára, és bár véletlenül kapok egy gólt, és nehogy Isten, abból vereség lesz. Tartsatok velük továbbra is! Az E-mánia folytatódik a reklám után. Tudta megcsípni ezáltal. Tehát a fináléigba nem igazán sikerült beverekednie magát, de hazájában mégis az egyik legjobb játékosnak számít. És ennek ellenére, közben itt Sergio Ramos régfény kapta egy sárgalapot, de ennek ellenére ugye itt tart a PSG Sport együttese, és korábban egyébként az Epsilonnál játszott, tehát neki azért egyrészt hosszú ideje csapatozik, ha leegyszerűsítve akarom mondani, van tapasztalat, a másik pedig, hogy elég biztos is, és úgymond stabil játékos. És közben megnézhetünk egy gólt, Finneknél, a hosszúra fejelt labdát valahogy egy üresen érkező játékos be tudta préselni a kujába, úgyhogy Finnország Snipguy révén a második mérkőzésen is vezeti Dél-Afrika ellen, és ez talán a franciáknak így még jobban megkönnyíti a lehetőségeit. És ott van a gól közben, kérem szépen, mert a Gebinho vezetés szerzett Jágó ellen, na hát akkor a brazil-argentin is érdekesebbre fordulhat, de hogy Francia, Szaudarábia, hogy az ilyen lesz egyelőre azért, de Royal. Hát próbál más gyakorolni Francia ellenfelére. Igazából, hogyha a két csapat, vagy a két játékosnak az eredményeit összehasonlítom, akkor sokban, de Royal sem tud jobbakat felmutatni. Ő is stabilan, szinte minden Ultimate Team versenyen ott van. És hát azért néhány ezer dollárt már összefiházgatott magának. Hozzáteszem egyébként, ő 2017 decemberre óta Falcons eSportsnál kezdte a profi pályafutását, és aztán 2018 októberétől az Al-Nassr-a játékosa. Egyelőre 0-0, és eltett 22 perc. Talán ez nem annyira intenzív, mint a mostani mérkőzés. És egy dolog miatt még szerintem mindenképpen másabb ez a verseny, mint egy bármilyen másik, mert hogy itt azért picit azon is gondolkoznak a játékosok. Persze minden versenyen, amikor a csoportból tovább kell jutnod, akkor nézed azt, hogy most 3 pontot szerzek, stb. De akkor mégiscsak leülsz magadért játszol, és akkor hát megpróbálom megszerezni a 3 pontot, és akkor király sem. Ha nem jön össze, hát akkor ez van, majd megpróbálok javítani, ha még van lehetőség. Itt viszont muszáj számolgatni. Mit jelent akár egy pont megszerzése is? Mit jelent az, hogyha én mondjuk túl támadóan lépek pályára, és bár véletlenül kapok egy gólt, és nehogy Isten, abból vereség lesz. Hát félszemmel, ha nem is erre fókuszálnak a játékosok, de azért most már a második körben vagyunk. Tehát elég hamar eldőlhet az a bizonyos továbbjutás, akár a kiesés is, de akár az is, hogy úristen, most azon a gólon vagy azon a meccsen nagyon sok. Hát és itt is picit azért. Nem mondom, hogy veszélyezettek a játékosok, de nem biztos, hogy olyan hatalmas elánnal mennek előre. Igencsak a biztonsági játékot törekednek. A kockázatos passzokat egyébként így 32-33 perc alatt nem lehetett látni. A szaudiaknak egyébként, ugye, azt nem mondom, hogy nem azt nem szoroz, de most, hogyha ez a második vereségük, na bum. De a franciák azért közben egyébként a finnek már 2-0-ra vezetnek Snipguy révén a dél-afrikaiak elleni második mérkőzésen. Úgy tűnik, hogy ez nekik egy jó kis 6 pont lehet így. Viszont a középkezdés után hozzáteszem,
felépített Dél-Afrika. Mert hát ugye az is akart annyira lemaradni. De vissza a szaúd-arábiai és francia összecsapáshoz, ahol most a 16-oson belül, erről beszélek. De sikerült fordulni Hulittal, de az az igazság, hogy egyébként hozzáteszem, hogy gyengítették, mert sok esetben panaszkodtak a játékosok arra, hogy hát fizikai lag szinte képtelenség az, hogy hátban van valakinek egy játékos, és úgy passzol, hogy a szente lenne vele. De most ezeket a lefordulásokat azért igyekeztek hát észszerű keretek között gyengíteni, és most már azért lehetett látni, hogy egyébként Hulit magasabb. Nem csak ennek a játéknak, sokszor a többi FIFA-nak is a legjobb kártyája volt, főleg középpályán. Hát ő sem. Hogyha nem sikerül úgy a csapattárs felé fordulni, akkor pontatlan lesz, erőtlen lesz, elpattanhat, stb. És ez így van ennyi. Most is ezt láthattuk, hogy egy picit tovább engedőd maga a karakter, az be tudja fordulni, akkor ott komoly problémába ütközött volna a Royal. De hát nem ez történt, úgyhogy most már a hosszabbításban járunk, a második mérkőzésen 0-0, hihetetlenül szoros egyébként, tehát itt nagyon apróságok döntenek egy-egy ilyen rangadónál, de ez óvatosabb mérkőzés, ez mindenképp óvatosabb. A franciáknak azt gondolom, hogy az az egy pont, ez remek. Hát a szaúdiaknak annyira nem. Bár hogyha most arról akarok itt magamban elmélkedni, hogy az egyik nagy riválisuk a csoportban, a legnagyobb nyilván Anglia, de az egyik nagy riválisuk ellen kettő meccsből egy pont, az nem egy jó. Ez nem egy jó kezdés. A franciák viszont egyrészt nem tartanak sok szünetet, pörögnek tovább a második mérkőzés, másrészt pedig ha hozzák ugyanazt például 4-2 meccsből, akkor ez nekik eléggé megmutató lehet. Ennek ellenére hát nem tudom, mondjuk a dél-afrikaiak ellen elhullajtott 2 pont az még sokat jelenthet majd a végelszámolásban. Hát meglátjuk. Akár az is. Hoppá! Közben kapufa! Sikerült végre kilépni egy fehér mezessel Daxnak. De csak egy picit kellett volna pontosabban. Sergio Ramos, a sárga lapos. Vieira. És aztán sikerül hátra passzolni. Amit lehet látni, de majd egy picit még figyelem, mert nekem most ez jön le. Kíváncsi vagyok, mert nagyon szépen sikerül egyébként tisztára játszania az egyik játékosát Daxnak, és megvan a vezetés. Én ezen gondolkoztam. Szerintem egyetlen utasítást kapott abban a rövid szünetben. Próbáld meg kicsalogatni De Royalt a kapuja elől. És ezt az első fél időben nem láthattuk, hogy ennyire körbejáratta az egész 16-ost, sőt, szinte a pálya egyik szélére a másikig eljuttatta a labdát, ha kellett, inkább visszapasszolt. És az ilyen felállt védelem ellen ez pedig tökéletes. És lehetett látni, hogy sokkal több üres embere volt. Mindig volt egy olyan játékos, akinek le lehetett adni. Úgyhogy valószínűleg ezt mondhatták a fülére, hogy te, nem kell középen előre rohanni, vagy nem kell beadást erőltetni. Próbáld meg körbepasszolgatni, meg körülpasszolgatni. A Global Series 13. helyezettjéről beszélünk a Royal személyében. Egyébként is az E-World Cup. Közben a nevés az ő részében 18-19-en is. Most az E-Club World Cup 18-19-es mezőgyében is ott volt, és egyszer jutott ki a World Cup, az E-World Cup-ra. Nem egy egyszerű dolog egyébként. Oda is kvalifikálni magát az embernek. Hát az E-Club World Cup is megéri még egy misét. Dax pedig az ötödik világból, boxon már, ami a világranglistát illeti. És a még interaktív Club World Cup-ra volt keresztelve ez a versenysorozat 2017-ig addig. Azért abban az évben kijutott. Hoppá! Ez megint egy gyönyörű akció!
És megint azt lehet mondani, hogy most már egyre magabiztosabb a francia csapat. Nagyon megy a mutogatás. De egyrészt 2-0, a másik pedig megint levitte szélre, kivitte szélre, és onnan gyönyörűen sikerült megbontani a De Royal védelmét. Ugyanaz a felállás, utáli Bemezdos Arena ellen, a vajon De Royalnak hozhat ez némi szerencsét. Bemezdos Arenának egyébként meg volt a lehetősége, hogy jelítsen, meg volt egy hátkétes szituáció, amit akár szerintem büntetőnek is be lehetett volna fújni, de ezen már kár pörögni egyébként, mert hát ugye sosem lehet tudni. És akkor folytatódjon Szaúd-Arábia, Franciaország meccse, de itt szünetet követően és a beállítások elvégzése után 3-1-4-2. Talán ez a legnagyobb különbség. Mert azt mondják a hagyományos labdarúgásban, hogy a védekezés a legfontosabb. Tehát, hogyha egy csapat nagyon jól tud védekezni, akkor arra lehet építeni. És az már ilyen fél siker. És azért valljuk be, hogy jó védelmekkel lehet bajnokságokat nyerni, vagy világbajnokságot, vagy Európa bajnokságot, vagy bármit. A FIFA-ban ez nem feltétlenül van, nem egyszerű igazából jól védekezni. És még hogyha valaki jól is tud védekezni, még az sem. Én azt néztem, hogy megint távolról próbálkozott De Royal, pedig ez talán még tovább vihette volna. Szóval azt gondolom, hogy a FIFA-ban nem. Tehát hiába tudsz jól védekezni, egyszerűen annak ellenére, hogy 2x6 perc mindössze, tehát nem tűnik olyan soknak, szinte lehetetlen, hogy az ellenfélnek legalább egy olyan helyzetem legyen, amire azt mondja, hogy hát ez a nem ismerhetetlen. És az meg már nem a védelme múlik, például egy ilyen lehetőség, amikor össze-vissza kavargat, kevergem, két vagy mondjuk három védő is elmegy jobbra, majd balra, és aztán a lövésbe talán még sikerül beleérni Bappé közben. 3-1 a finneknek. Szépen javítanak egyelőre a második fordulóban. Letarolják Ronaldót. Wow, és hol megy ki? Jól csinálta Van Dijk-kal egyébként. Royal, 70. perc. Szóval inkább a támadásra szoktak koncentrálni, és azért, ha nem is teljes egészében, de ez a lőj egyet többet, mint az ellenfeled, és akkor valószínűleg behúzod a meccset, ez inkább érvényes virtuális világban, és 2-0 után sem feltétlenül állnak vissza, például Dax révén a franciák, ha nem szeretnének még több gólt lőni, amit szintén nem feltétlenül olyan sűrűn látni. Itt hátra dőlni, vagy inkább azt mondani, hogy elkényelmesedni, szépen passzolgatni, az sokszor felé az öngyilkossággal, mert egyszerűen tényleg lecsap az ellenfél, és egy óvatlan pillanatban labdát szerezve, mondjuk gólt lő, közben a svédek vezetnek Norvégia ellen. Barász legenda az, aki... Na, Pacsi, vagy Öklös, aztán marad a Pacsi! Ferdinand! Csak ki tudja valahogy piszkálni onnan középről, ez pedig Les. Megállt a partjelző ott fent. Még a lábait elcsíptem, hogy nem futott tovább. És ez pedig azt jelentette, hogy hát, hogy szabadrúgással jöhetnek a franciák, és nagyon kevés idő marad. Egyébként pedig ez még bőven elegendő, tehát annyira nagy kontraszt van az időben is ilyenkor, hogy mi az, ami kevés, mi az, ami sok. De hogy a Royal tud-e varázsolni, az jó kérdés, mert a Dax egyébként sokkal magabiztosabb és sokkal jobban játszik az első meccsén. Akkor valahogy nem akart kijönni a lépés számára az ellen. Talán az elmondható, hogy amolyan bemelegítő mérkőzés volt. Apropó egyébként a bemelegítés kapcsán, ugye míg azért egy hagyományos meccsnél kifutnak a gyepre meccs előtt, megpróbálják ugye a lehető legtöbb izmot bemelegíteni.
térd, vádlica, az egész láb, stb. Itt a kezet szokták egyébként, mert van erre speciális kézmelegítő, nagyon fontos, hogy tényleg minél jobban, könnyedében, gyorsabban tudjon egy játékos reagálni, akár a kontrollernél a karnak a mozgatását illetően, illetve a gomboknak a minél precízebb és minél jobb megnyomása érdekében. Olyan nagyon kevésnek tűnik az, hogy most olyan hideg ujjakkal nem lehet egy kontrollert irányítani. Lehet, erről van szó, közben egyébként de olyan szabálytalan Modrić révén, 88. percben és sárgalapot hozt ki a játékvezető. Talán nem indokolt, de próbált egy picit szerepelni a mesterséges intelligencia is. Szóval nem olyan. És aki már próbálta hidegkézzel a kontrollert irányítani, az pontosan tudja, hogy mire egyszer is legorítják. Ők pedig nem fog lőni, hanem Dax pontosan tudja, amit Maestro is csinált. Itt elsősorban a három pont az, ami kell. És egyelőre úgy tűnik, hogy Franciaország az egyik legnagyobb esélyes ellen begyűjti a hat pontot. Óriási meglepetés tehát az E-Nations Cup. Hát tulajdonképpen második fordulójában. Ez viszont nekünk nézőknek hihetetlenül jó. 3 perc a ráadás, ebből 2 elszáguldott. Na még egy védők mögé betett labda, Bappé sikerül visszafordulni, és kivetődik Royal kapusa. És itt lefújja a játékvezető. Maestro után Dax is hozza a franciák mérkőzését. Így 6 pontot szereznek Szaúd-Arábia ellen. Emez Dosari és de Royal. Hát, most azért elég erőteljesen elgondolkozhatnak majd, hogy miközben látjuk, hogy milyen helyzeteket sikerült kialakítani. Kapufával kezdett Dax, aztán jöttek a gólok is. Ahogy itt sikerült végül széthúznia a szaúdiak védelmét, az nagyszerű volt. Patrick Vieira-val, ha már a csatárokkal nem megy, akkor jöjjön középről egy játékos. Egyöntetűen ordítottak fel a játékosok örömükben. Aztán megint egy gyönyörű bejátszás. Ahogy Ronaldo átveszi, már-már olyan, mintha félig meddig lemenne Spárgába, de mégis visszahúzza a bal lába elé. Belőtte. Dax pedig mindenkit fegyelemre int, hogy ebben a francia válogatottban több van. És ez most már látszik. Közben a Finnország, Dél-Afrika összecsapásról is megnézhetjük a találatokat, hogy mit játszott Snipga és Azi. Hát, ami eddig nem ment a finneknek, mondjuk az angolok ellen, azt most igyekeztek betolni Dél-Afrikával szemben. Aztán rögtön a középkezdés után, egyébként érdekes, mert van egy ilyen középkezdés bug FIFA 19-ben, mondjuk úgy, hogy középkezdés után nehezen áll fel az ellenfél védelme, és ezt bizonyos esetekben ki lehet használni. Hát talán valami ilyesmi állhatott fenn. Csak Azi ezt ki is használta. De sokra végül nem mentek, mert hogy a finn góljár az nem zárt be, hanem tovább termelt. És hát fel is hívta Eusebio figyelmet erre. Sőt, volt még egy rendelés a második fél időre is. Bappé éppen visszahúzta a rövidre, és aztán ő is telefonált, hogy jól van, a heti limitet teljesítettük, vagy a napi limitet. Itt lehet látni, hogy Finnország tehát 6 pontot gyűjt, mint ahogy Franciaország is, és bár volt egy nagyon szoros mérkőzés, még CR 1-0-ra verte Siant, aztán Snipgai 4-1-re elintézte Task Azit, MS Dosari Maestro ellen 3-2-re kikapott, míg ugye de Royal Dax ellen szenvedett 2-0-ás vereséget. Mindkét oldalon, vagy mindkét párharcban egy 2v2 még várat magára, és azt gondolom, hogy hát, ha csak nem történik valami csoda, akkor a dél-afrikaiak nem valószínű, hogy pontot tudnak csinálni a finnek ellen, legalábbis egyelőre a MXCR Snipgai párosa. Elég erősnek tűnik. A szaúdiaknál viszont megvan a lehetőség, és nekik nagyon is kellene az a 3 pont. Míg ugye a C csoportban Norvégia, Svédország
igazából egyelőre osztozkodott, Aston Pool 2-1-re ugye korábban nyert címe ellen, Rasmussen viszont Borász Legendtől 1-0-ra kikapott, ugye azt a gólt láthattuk. Torénál is Nicolas mérkőzésénél ugyanez volt a forgatókönyv, csak ott Nicolas tudott gólt szerezni, és 1-0-ra nyert. Ebinho pedig 1-0-ra szintén, de meg tudta verni ugye Jagodszájt. És hát itt pedig nagyon egyszerű módon levezetik nekünk, hogy mi a helyzet itt az E-Nations Cup-on. 20 nemzet, minden nemzetnél két játékos, egy PlayStation és egy Xbox játékos, és aztán PlayStation-nál kezdenek, Xbox-szal folytatják, majd egy 2v2-ben csúcsosodik ki egy párharc. Minden egyes mérkőzés külön pontozást ér, egy győzelem az 3 pontot ér, egy döntetlen, egyet természetesen a győzelem, a vereség az 0 pontot. És hát ugye egy párharcban 9 pont gyűjthető maximálisan. A csoportokból a legjobb két helyezett jut tovább, és ugye mivel 4 csoport van, ez azt jelenti, hogy 8 együttes megy majd az egyenes kieséses rendszerbe. Itt is ugyanez a helyzet, egy PSS, egy Xboxos meccs. És ez azt jelenti, hogy ha kell, akkor a döntőre megint a 2v2-es összecsapás marad, és az dönt. Itt pedig azt lehet látni, hogy az E-Nations Cup-nak is van egy bizonyos díjazása, ugye? Úgyhogy, hát igen, ez egyelőre az első két forduló. Egyrészt 1500 ponttal gazdagodik az első nemzetnek a két játékosa, ugye, ami a kvalifikációt illeti, és ez a Global Series-ben bizony nagyon sokat számít, hiszen egy major besorolású versenyről szól a FIFA E-Nations Cup. Itt lehet még látni az átcsoportállását. Franciaország, Anglia eléggé magabiztosan vezet, mögöttük Finnország, Dél-Afrika és Szaúd-Arábia. És hát jelenállás szerint Franciaország és Anglia jutna tovább. De hát azért még elég sok van hátra, ráadásul a franciák már ugye 5 meccset lejátszottak, de hát ugye eddig mindössze egy meccsen buktak 2 pontot, méghozzá Dél-Afrika ellen. Hogy az a végelszámolásba számít-e majd, nem tudom, egyelőre szépen javítottak ugye Szaúd-Arábia ellen. Itt pedig Argentína és Németország vezet, Norvégia, Brazília és Svédország pedig, ha minden így maradna, akkor búcsúzna, de hát dehogy marad minden így. Köszönjük a figyelmet! Az E-Mánia visszatér minden nap 22 órától az RTL Pluszon.